Veszem, hogy igazságos, hogy most minél többet tudunk hagynám beszélni. Egy nagy ugrással, ugye itt sokat jártuk körül a gyülekezési jognak és az adományos jogoknak, emberi jogoknak a témáját. Ugye itt a rendszerváltás azt jelentette volna, hogy ugye kommunista felfogása az emberi jogoknak, a szabadságjogoknak. Az az volt, hogy addig tart mondjuk a gyülekezési jog, amíg nem nincs ellentétben a szocializmus meg a párt érdekeivel. Az alapvető különbség az ugye az lett volna a rendszerváltáskor, hogy ha emberek összejönnek és tüntetni akarnak, javulni akarnak, gyülekezni akarnak, akkor nincs a tartalmához köze az államnak. Az államnak az a dolga, hogy biztosítsa a lehetőséget a szabad polgárok számára, hogy tüntessenek, hogy gyülekezzenek. De csak a Magyarországon is például talán a legelső, a Gesztenyés kerti volt az a tüntetés, ahol egyszer csak kiderült, hogy hát egy félreértés van. Tehát azért ugyanaz a kommunista párti felfogás volt az adukban, hogy nekik nem tetszik az a tüntetés, a tartalmánál fogva, meg a részvevőinél fogva, és akkor fogták, feloszlatták, az embereket, a részvevőket előállították a rendőrséget, és úgy gondolták, hogy ez így lesz. Leprivatizálták az egész országot, a gazdasági hatalom összeolvadt a politikai hatalommal, és gondolták, hogy lesznek ezek az alattvalók, akik majd minden szépen eltűnnek, ugyanúgy szépen lehet tüntetéseket, mint a kommunizmus alatt szét lehetett venni, ugyanúgy lehet cenzúrázni, mint ahogy a kommunizmus alatt lehetett cenzúrázni, és a többi, és akkor egyszer csak jött a nemzeti jogvédelem. És engem hihetetlenül foglalkoztat, és én már 10 év alatt, amióta ismerjük egymást, és sokat kérdezhetem a Tomit arról, hogy volt ez, hogy kezdődött. Hogy volt az, hogy egyszer csak voltak bátor emberek, akik a jogászi hivatásukat arra használták, hogy azt mondták, hogy pedig is ne tovább gyerekek, itt valami félreértés van. És mondjuk a Gesztenyés kerti ügyet, oda vitték a bíróság elé, és azt mondták, hogy jogellenes volt ez a feloszlatás. Kezdhetjük esetleg a Gesztenyés kerti ügyet, vagy neked, amikor visszagondolsz a történetre, hogy is kezdődött az aktív nemzeti jogvédelem sokkal Magyarországon, akkor melyik ügyük beszélt? De nekem a Gesztenyés kerti, még a bírónőt is kiúgták, ugye, aki ez ügyben a megfelelő határozatot meghozta. Szánalmasak voltak azok a próbálkozásaik, hogy próbálták visszaállítani tulajdonképpen a kommunizmust az emberi jogok és a szabadságjogok területén. Mi az első emléket? Igazából próbálom ezt majd úgy felvezetni, hogy ez egy valami nagyon értelemben kapcsolódjon itt a filmhez is, mert tényleg, ahogy mondtuk is előtte, hogy igazából ez egy tőből fakadó elnyomási mechanizmus, mind a kettőnek a közös elemmel jelentő rendelkezését küzdőkkel szemben alkalmazzák, és ez tulajdonképpen egy olyan sajnálatos módon, hogy egy visszaélésszerűen alkalmazott ismeretanyag, ami ugyanaz a logikákon nyugszik, mégpedig többek között az önkény, jogalkalmazás önkénye. Tehát gyakorlatilag valóban az, hogy itt mutatja, elmondta, hogy a Beke István apukája, ugye, hogy a renomáló értelmezése szerint, hogy háromnál több ember leül egy székelyváros közterére vasárnap verseket felolvasni, akkor ugye ez már gyülekezés. És ugyanezt a kísérlet sorozatot látjuk, mi ezt a logikát láttuk 2002 és 2010 között. Az tény egyébként, hogy sokban változott a gyakorlat. Ennek az jelentős mértékben szerintem köze van egyrészt a határozott jogvédő fellépéshez, illetve nyilván egyfajta taktikai váltás is, mert rájöttünk, hogy nem éri meg most már nagyon komoly erőkkel fellépni a ellenzéki jellegű tevékenységet folytatókkal szemben, mert az visszacsap, mert akkor a jogeszközével úgyis elbukják azokat az ügyeket, és akkor ugye ők tényleg, igen, most nem akarom az irányba jelenteni, tehát jelenti. Láttuk, együtt éltük át, ugye itt a Törés templomban is volt szenvedő a rendőri támadásoknak 2006-2020-án. Tehát kialakult egyfajta tanulság, hogy nem lehet ilyen mértékben önkényesen
visszajönni a jogalkalmazás lehetősége, a erőhatalommal. Ugye a Magyar Gárdát is ezzel kapcsolatban ugye, próbálták ugye, eltetenteni, hogy az állam erőszak monopóliumát, ezt nem fenyegesse senki. De ugye a társadalmi szerződésnek úgy kéne szólnia, hogy átengedik a polgárok a erőszak gyakorlásának lehetőségét, a jogos önhatalom ugye, szűk lehetőségét, amit a büntető is enged. De korrekten, átlátható módon ugye, jogszabályoknak adta keretek között lehet csak az erőszakot alkalmazni az állami szerveknek. Ez az, ami folyamatosan lényegében áthágtak 2002-től kezdődően, igen, hiszen ugye volt korábbi esetből is azért, tehát erre azért utaljunk vissza, hogy 1997-ben ugye az ominózus metésztüntetés, földvédő tüntetés, ugye, tehát a drámaisága ugye dolognak az, hogy nagyon sok esetünk, tehát nemzeti jogvédő védelemmel ellátott eset, vagy az ilyen védelemmel szoruló eset mögött nem csak, hogy pusztán egy elvi lehetősége, egy elvi kínálkozása volt annak, hogy bizonyos polgárok bizonyos témákban megszólalhassanak bármilyen ügyben, hanem itt kifejezetten nemzeti sorskérdések mellett kiálló közösségeket értek ilyen retorzió. 97-ben ugye ott a novemberében volt egy jelentett tüntetés, a vonulásos, gépjármű vonulásos tüntetés a műcsarnok mellett, Zacsek Gyula volt a főszervező, és tudomásul vett tüntetése volt, ugye ez elvileg a rendszerváltozásnak, nem ez a rendszerváltásnak, ugye ez egyik ilyen eredmény, amit mondjuk mondanak, hogy jogállami átlényegülés történt, mert a gyülekezési jog területén immár nem az engedélyezés, hanem a tudomásul vétel rendszerre működik, tehát a bejelentés egy adott tüntetés szerint ugye megfelel a jogszabályoknak, és nem, abban nem rejlik semmilyen olyan fenyegetés mondjuk a népképviseleti szervekkel szemben. Hozzátok valami? Bocsánat, a Voxboxban, ott Brüsszelben, ott egyszerűbben, Strasbourgban, ott nem kell kitépnem a Tomi kezéből a mikrofont, és ugye az agresszióm az kevésbé látványos, hogy is kell ragadni a mikrofont. Tehát ez is ugye, hogy az engedélyezési rendszer és a bejelentési rendszer, ezek ugye egy jogi terminus technikusnak tűnnek, de azért óriási jelentősége van, ugye a kommunizmusban engedélyezi az állam, vagyis más néven a párt, a kommunista párt az, hogy az ember felvonulhasson öt barátjával, vagy 50 ismerősével, vagy 100 kollégájával, eldönti, ugye, és ezt nem is lehetették néka alá, alkotmányokból is ezt az ember tanulta, ugye? Hogy meg a jogszabályban is benne volt, hogy addig tart a gyülekezési jog, amíg, ahogy már háromszor elmondta ma, nem beszélszeti a szocializmus érdekét. Tehát a pártapparátusban, amit tök mindegy, hogy éppen bíróságnak, vagy rendőrségnek, vagy pártnak neveztek, mérlegelték, hogy helyes cél az, amiért akarják azt a felvonulást. Elfogadható? Tudjuk támogatni? Ha igen, akkor engedélyezték a gyülekezést. Tehát, hogy az emberi jog az a pártnak a kezében volt, amit vagy megadott, vagy nem adott meg. A szemléletváltás az ugye ott kellett volna, hogy legyen, hogy az emberi jog az, ami vele született az emberrel. Tehát, hogy méltósággal és jogokkal születtünk. És van emberi jogom a gyülekezéshez, ahhoz, hogy tüntessek, hogy tiltakozzak, hogy másokkal együtt kimenjek az utcára, és egyszerűen bejelentem technikai okokból az állam számára, hogy igen, a nem tudom, Karakol Szörcsőzön a fő úton szeretnék végigmenni, a, nem tudom én, kormány ellen tiltakozva, a várható létszám 1000 fő, és kérjük biztosítani azt, hogy ott semmiféle problémát ne legyen. Tehát a rendőrnek nem terrorizálni, hanem biztosítani azt, hogy mi nyugodtan vonulhassunk, és a véleményünket kifejthessük, és hogy ez egy egészen másfajta szemlélet. Csak azt hiszem, hogy az volt az alap, hogy ez a szemléletváltás nem ment át. Ugye? Tehát, hogy itt kezdődtek a problémák, hogy hiába a törvény megváltozott, hogy most már nem engedélyezési rendszer van, csak bejelentési rendszer, de a fejekben, ott fönt nem változott meg az az elképzelés, hogy ők adományozzák a jogot a polgárnak arra, hogy felvonulhat vagy tüntethet. Így van, igen, és én tényleg markánsokat először ebben a tüntetés kapcsán történt meg. Én egyébként ezeket a témákat lehet, hogy nem lesz teljesen új, aki most itt egy kis
tesztkérdés következik. A civil igaz bizottság jelentését olvasta, csak hogy kíváncsiságból kérdezzük már meg, hogy érdekelne ezt a Krisztinát is, hogy hányan vannak olyanok, akik a civil igaz bizottság 2005 őszi jogsértésekről szóló jelentését elolvasták. Semmi következben nem beszólnak, hogy nyomra jelentkezik van a kezét. Ezért kíváncsi vagyok, hogy ez egy biztató arány, mert ezt a párkönyvet egyébként majd valamilyen méltányos módon szeretnénk eljutatni. Nem, sajnos nem tudtam most egyre többet hozni, kiadtuk ezt a könyvünket. Jaj, de jó. 10 darab még van, erősített is nektek, tehát van 17 darab ilyen könyvünk, amit szeretnék azoknak átadni, akik úgy érzik, hogy erre leginkább szükségük van, vagy valami kiválasztjuk a mechanizmust, hogy mi legyen a legjobb megoldás. De akik már itt a civil bizottság jelentéséhez feltétlenül a kezüket, erősebb eséllyel pályáznak erre. És abban egy konkrét fejezet szólt erről, az 5. fejezet, amit a Nemzeti Magyar Alapítványi Szolgálat gyakorlatában állítottam össze, ott foglalottam össze teljességében ezt a történetet, mert ugye emlékezünk vissza, nincs csak a szemléletmód, ugye 2005 őszi véres támadások és rendőri erőszak témáját, ugye a hatalom úgy kezelte, egyrészt ilyen levezényelte a rendőrhomokat, ehhez kapcsolódtak ugye az ügyészi bírósági felelősségre vonások, megtorlások, majd ugye kivizsgáltatta rendkívül független komoly szakértőkkel, Göncze Katalin vezette bizottsággal, amely vizsgálódott, kiadta a jelentését, majd kijelentette, hogy tényleg a legnagyobb probléma az az, hogy a magyar fejekben rendkívül zavaros képé 56-ról, és tulajdonképpen senki nem felelős, mindenki felelős, és például ezekről abszolút nem beszéltek, abszolút nem ágyazták bele ebbe az egész összefüggés rendszerbe azt, ami történt 2005 őszén. Mi pedig pont ezt tettük meg ebben a fejezetben, hogy kimutattuk, hogy bizony 2002-től nagyon brutálisan, ugye az első Orbán kormány időszak alatt igazából ilyen jellegű tüntetésekkel kapcsolatos, szabadságjogok megsértésekkel kapcsolatos alapvető jogsértést nem regisztráltunk. Ja, akkor még mi sem szerveződtünk meg igazából, de hát persze nyilván ez tünetérték is volt, mert nem is kellett igazából egyáltalán megszerveződni, mert nem volt veszélyben az alapvető szabadságjog gyakorlása, főleg ugye ezen a két területen, tehát a gyülekezési jog, véleményvetési szabadság és egyesülési jog területén. És ugye 97 viszonylag, hát az volt az eset, ugye, amikor az Zacsegyor eltette a tüntetést, 12 órakor kezdve a gyülekeznünk a parkolóban, 11 órától elkezdtek gyülekezni, mert egy nehéz egy tüntetés, ami részben nem gyülekezek előtte, ugye, tehát nem lepottyan az égből, vagy hirtelen összeállt 12-0 perckor, úgy, hogy közben nem vagyunk együtt, ugye, tehát a rendőrség úgy tekintett, hogy ezek már együtt vannak, ezek már elkezdtek tüntetni 11 órakor, és puff, felosztatták a tüntetést, Zacsegyulát előállították, mondván, hogy ő ugye gyülekezési joggal visszaért, szabálysértésére is indult, és ugye ez odaig folyult például, hogy szabálysértésben is marasztalták Gyulát, aki egyébként azóta, hát nincsenek életben, ez a Zacsegyula nemzeti jogi alapítvány belül bizottságnak elnöke, tehát így azért igyekeztünk bevonzani azokat az embereket, akik maguk is jogsértettek, meg hát magyar szabadságjogokért, vagy magyar földért küzdenek, és elmarasztalták, és olyan szinten, hogy sikerült karácsony napjára is készíteni például a kiképzésését a varasfői behívójára, az Zacsegyulának, hogy vonuljon be varasfői börtönbe, aztán végül is olyan döntés született, hogy akkor a szabadságot is pénzbírságot kifizet, és az ő, ugye Balázs István volt emlékes képviselő kolléga, jelenleg is tagunk, elnökségi tagunk, kezdte a védelmet. Tehát a Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnökségi tagunk. Nemzeti Jogvédő Szolgálat, bocsánat. De most ezek az elnökségi tagokkal ja, azért más összefüggésben szoktunk találkozni. Nemzeti Jogvédő Szolgálat elnökségi tagja. Igen, nálunk a tagság választja az elnökségi tagja. Nagyon szervezet vagyunk. Nem én kiválasztani, hogy ki lesz ennek ennyi dolgozán, elkészítettem magam. Úgyhogy a István ide majdnem is tagunk, és ő kezdte a szabálysértési témát, utána viszont ugye a Veszprém Laci indította a kártérítési pert emiatt, és utána a közigazgatási hivatal vezető lett itt a fővárosban, utána én vettem át ezt az ügyet. Tehát ilyen szépen összekapcsoltuk, mert ilyen mind a három jelenleg is elnökségi tagjai vagyunk a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak, a Laci alapító is.
És hát itt ebben az ügyben végül is az első komolyan kártét is sikert értük el, mert végül is egy 1 millió forintos kártét és sírszemet sikerült elérni, legfelső bírósági szinten. Ez egy ilyen előcsatározás volt, azt lehet mondani, mert a nagy fordulat igazából 2002-es választások voltak, amikor ugye hát nagyon sokan úgy éreztük, hogy itt azért komoly baj van. Csak annyi, hogy nem tudok nem arra gondolni ilyen nagyon emelkedett hangulatban és némi gúnyorossággal, hogy mekkora sok lehetett ezeknek a kommunista gondolkodású diktátoroknak, hogy micsoda, őket oda a bíróság elé citálják, és kimondják azt, hogy jogellenesen cselekedtek, és kártérítést kell fizetni, oké, hogy ez az adófizető pénzéből. Tehát ők megszokták azt, hogy akinek nem tetszik a képe, akkor az összeveri, bebörtönzi, stb. És hogy ez volt az első alkalom, amit elmondtál, amikor ők szembesültek az, hogy lehet, hogy most már ez nem így lesz. Tehát, hogy van olyan jogellenesség, meg hogy nem az önkény vezérli azt, hogy a rendőrség mit tett meg egy tüntetővel és mit nem, hanem a jog. És hogy vannak, akik számon kérik a jognak a betartását. És ez a nagyon gyönyörű érzésnek olyan megszázisban jön, hogy tényleg ki a Tomi kezébe az teljes mértékben ez a tanulási folyamat, hogy nem halad még előre, azért hogy csak itt ugrok egy nagyot időben, meg egészen legyünk aktuálisak is, tehát ezen a héten csütörtökön hirdetett jogerősítélő tábla három tibeti aktivista ügyében, aki 2012-ben a kínai népköztársaság miniszterelnök helyettesének a delegációs útvonalán szerettek volna a tibeti zászlót lengetni és Free Tibet kiáltásokkal részvevételni magukat, hogy már pedig itt van 6 millió tibet, akik rettenetes elnyomásban élnek és nemzeti rendelkezést akarnak. Ezt a magyar rendőrség egész a otthonban egy brutális és primitív módon meghiúsította. Természetesen a kínai zászlót lobogtató és kínai éltető szabadon lobogtathattak mindent, ilyen több helyszínen, és ez a dolga csúcsosodott ki, hogy a várban, amikor már híra hamar nem volt a kínai delegációnak, már mindenek vége volt, a két tibeti és Hendrei Tibor, a tibetes segítőtársaság elnöke vonultak a várban, nem tudom, hogy látta este valaki ezt a videót, a rögzítette is Tibor, ugye tibeti zászlóval a vállán, a Karma Gyorgye, egy egyetemi tanár, a Dalai Lama elvégzés kormányának volt tanácsadója, egy az utcán, és akkor két civil rendőrre odalép eléjük, és tulajdonképpen ők mintha nem olvasták volna ezt a könyvet, nem követték volna az eseményeket. Oda lépnek, hogy azonnal tegyék el a zászlót, maguk így nem mehetnek. És ez 2012. május 1-e. Tehát azért van még mit tanulni, és hát itt ugye elindult így egy olyan öntudatosan, hogy visszaszóltak a Tiborék, hát bocsánat, Bogi nagyon tévednek el, és ne kamerázzon, ugye persze természetesen ne kamerázzon, és persze mindent felvettek, és hát odaig fajult a helyzet, hogy próbáltak kitépni, hogy egész tragikomikus felvételek ezek, hogy egyetemi tanár életében, vérében fenyegetett, büszke tibeti ember, aki azért él itt Magyarországon, ő nem menekült státuszban, a másik társa, hogy valóban menekült, szüleit megölték, fenyegetve van, itt él, és akkor tépi ki egy fiatal rendőrnél a kezébe a tibeti zászlót a várban. És akkor ugye ennek tiltakozásul lefeküdt a busz elé, ez az egyetemi tanár teljesen elfordult a gyógyszer, tehát jogosan, már én is voltam a parlamentben, akkor voltak a helyzetek, hogy nem lehetett jól reagálni, vagy olyan elegánsan reagálni, és le kellett valami akciót csinálni zászlókkal, például mondjuk, jobb, mint az előre megfontolt volna, az nem volt annyira spontán, de lényeg az, hogy ott is ott. De igen, megfogják, előállítják, stb. És végül itt most erősen a bíróság neki 1 millió forintos kártérítést ítélt meg, és tibeti társának meg 500 000 forintot, hogy megsértették a egyenlőbánásmódhoz való jogukat, azzal, hogy ők nem fejezhették ki véleményüket, csak a kívánja, illetve zaklató igazoltatások sorozatát kellett elszenvedjék, illetve hát ugye előállítást, tehát visszamegadva az időben, tehát... Gesztenyéskert. Ki volt ott, van valaki, aki a gesztenyéskert? 2003. december 1-e. És mi volt a téma? Igen, itt mennék oda, bocsánat, de azért előtte azt kell elmondanom, hogy a 2002-es választások fordulata hozta ugye azt a minőségi változást, hogy drasztikus romlás a szabadságjogok gyakorlása terén, ahol típusosan és rendszer stabilan felbukkant az a jelenség,
hogy nemzeti érdekekért kiálló csoportokkal, személyekkel szemben egyszerűen megtorló, szankcionáló, elnyomó jelleggel lép fel a hatalom. És tulajdonképpen ez vonult végig gyönyörűen kimutathatóan 2010-ig. Ez annyira gyönyörűen kimutatott, hogy ők is mutattam a parlament emberi bizottságában, készítettem egy részjelentést erről. Ez nagy büszkeségünk egyébként, tehát nem kapott ez a hatalmas nyilvánosságot, nem is került a plenáris ülés elé, mert az annyira jól sikerült, hogy nem tudom, én nem használták ki egyébként, mert szerintem aztán minden létező rosszat tényszerűen elmondtuk a Árkos megyesi gyurcsánykormányi rendszerről. De lényeg az, hogy ez volt az első budázi ülékén szervezték a lezárást. Ugye, tehát ez is egy nagy ikon ügy, ez egy erős nekifeszülés volt a rendszernek, ugye, mert ott ki volt újabb tesztkérdés, akkor itt egyébként ezt a mit könyvben lehetne osztogatni. Tehát ki volt ott esetleg az Erzsébet hídon az ominózus, na tessék, vannak itt azért veterán harcosok. Tehát akkor nekik nem meg kell magyarázni, de hát végül is ott tényleg egy ilyen lezárás történt, ugye azért, hogy ne semmisítsék meg a szavazócédulákat, és még a választás tisztasága van kapcsolat, csak erős kételyek merültek fel, hogy akkor fogalmazunk, a Szabó is mesélhetne erről, mint volt összeegyszerű képviselés, ami épp, hát akkor ugye egy tényleg vesztese volt ennek, erősen az ideológikus, egy vesztese volt ennek a nagyon komoly választási manipulációnak, és hát annak, hogy a liberális erők ugye visszatértek a hatalomba, és ugye ez ügyéket szeretném megakadályozni, és akkor ott egy rendőri akciósorozatba torkollott, lényeg az, hogy ugye ott gyűjt előállították a hídon néhány embert, de utána a Kossuth téren lett egy ilyen kis vakasszemnézés, összegyűlt spontán tömeg rendőrök, majd végül is ez egy nagyon brutális oszlatásba fullad, és megint csak, hogy picit színesítsük a dolgot, és kimutassuk a rendszerek, elnyomó rendszereknek az ön fényező, vagy az ön igazoló hazug tömegfelelkeztetási jellegét is, vagy úgy manipulatív jellegét, hogy a Göncző Bizottság erről egyetlen egy mondatot mondott, mégpedig annyit, hogy a tömeg tovább vonult az asztóira irányába, s végül éjfél előtt állt ismét helyre a rend. Jöttem meg, mi történt? Az történt, hogy utcai harcokba torkoló erőszakosságra csapaterő alkalmazással osztatták fel a tömeget, fotóriportert ántalmaztak, motoros rendőrök belegázoltak a tömegbe, a jelenlők nagysága felfogta a rohamot, 20 embert előállítottak, osztatás körül ütöttek, verték mindazokat, akik elég kerültek, sok ember elesett, földön fekvő kaptak az ütésekből, stb. Ugye, tehát Göncőbizottság az ennyire volt jó, és ott én konkrétan nem a Gyuri ügyét, akkor mi nem a Gyuri ügyét vállaltam, hanem egy fiatalember ügyét, aki rendőrkordon rúgott bele, tudottan ügyösen a hangulat hatására, és akkor ő is ugye rendzavarással lett meggyomosítva szabálysértéssel, és őt is a Gyuri csoportjához rakták, egy egész napos tárgyalás volt. Hát elég emlékezetes pillanatok voltak ezzel, hiszen a Kresszky Laci is itt is felbukkant, akkor még közigazgatási hivatali vezetőként, de ott hoztak is laptopját, a korszerűen is jött ilyen tanácsadó irodát nyitva, kvázi konzultálva velünk, hogy akkor hogyan tudjuk a legjobb megoldásokat kitalálni. Egy beszélnek is milyen titkokat el lehet mondani, hogy ugye akkor még elégedetten nyugtáztuk, hogy hát milyen ügyék ezek, hogy nem büntetőjárást indítanak, hanem csak szabálysértést, ugye rendzavarás szabálysértés, hát ugye maximum 100 000 több bírságra sújtható, ügyék kaptak is a 80 000 forint körül bírságot. A srác, akit én védtem, akkor megúszta, elmentették, és miért nem közvetett üzemműködésének megzavarási ügyet indítják, ez az ügyék ezek. Hát, hogy nem voltak ügyék, mert utána egy pár éve elindult ez a büntetőjárás. Biztos lehallgatták a telefonotokat, amikor erről beszélnek. Így van, ötletet kaphattak, és kitalálták nagy nehezen, és hát valóban őket aztán később ezért 30 nap közvetik munkára. Itt volt ez a momentum, hogy a diplomás elítélt szerte szemben, hogy a fizikai munka, kisztelt fizikai munkával letöltendő közvetik munkát. Megint csak a megalázás, emberi méltóság, érezzük ennek a jellegét, üzenetét. Hát is az egy újabb szívfájdalom, mert én Strasbourgba ezt az ügyet is kivittem, és nemrégiben kaptuk meg szintén a pár év után született meg a döntést, így meg kellett fontolni, de szintén egy elutasított döntés született, mondván, hogy a rendőrség kellő türelmet és megértést tanúsított Budázi Györgyékkel szemben, hiszen több órát mégiscsak ott hezitáltak, ott voltak, gondolkodtak, nem azonnal húzerolták be őket. Hát tanult a rendszer után, aztán már 2006-ban annyira nem voltak
ilyen tudálás, ezt ugye az utcákon tapasztalhattuk. Tehát ez volt egy nagy fordulat, és akkor utána a 2003-as év azért hozta ugye az uniós csatlakozási kampányt, ahol gyakorlatilag kőkeményben kárnyi eszközökkel léptek fel a tiltakozókkal, a nemmel kampányolókkal szemben. Újabb tesztkérdés következik, ki az, aki a nemmel kampányolók oldalán állt, akkor is látta előre, hogy mivel fog járni, mint ez a gyarmatosítás, amit az Európai Tagság jelent. Jó az arány, jó az arány, egyébként sajnos nincs, de igen, itt is mi történt, tehát itt teljesen egyértelműen megállapítható, hogy egyszer a hatalom azt mondta, hogy nem fogjuk engedni azt, hogy bizonyos hatékonysági színnél magasabban tevékenykedhessen be nemmel kampányolók. Ezt ilyen ezt olyan eszközökkel is elérték egyrészt, hogy hivatalos költségvetői támogatást is igazából főszabály szerint csak az igenek kaptak, mi emlékszünk erre, tehát voltak ilyen központi források, és akik már nemmel kampányoltak, azok a Magyarok Házában, ugye a Szabad Magyarországért Mozgalom, Takács András, Novák Előr, Gudázi Gyuri, hát ezek már itt adnak egy ilyen bűnös utakon jártak, a lehet nemmel is szavazni, tehát ilyen EU nemes plakátot csináltak és terjeszgettek, több tízezres példány számban, és ugye azzal a célzattal, hogy hát ez provokatív volt a plakát olyan szempontból, hogy ott volt, hogy voltak korábban két úgymond rossz hatalom, ugye a Vöröscsillagos meg a Horogkeresztes, amelynek hatása jelen volt, hogy az országban csak ezt szimbolizáló képi megoldás volt, csak hát rajta volt a két rékönyvű önkényelmi jelkép, már félig csak hatosságból, de hát ez se volt elég arra, hogy a hatosságot meghatározza abban, hogy tiltott önkényelmi jelkép használtanak védsége miatt, komplexen az egész csapat ellen büntetőeljárást indítottak, a plakátolókat lefüledték, a vödröket lefoglalták, meg a ragasztót, meg minden, mint bünkjel, bűjjel, stb. És Gudázi Györgyöt és többieket ugye elállították a Magyarok Házából, és egy nagyon hosszú büntetőeljárás indult velük szemben, de amilyen aztán mondjuk így felmentéssel ért véget, mert nem lehetett mást tenni ebben az ügyben, hozzáteszem ezt azért az első és másodikú bíróságok is úgy gondolták, hogy nincs cselekmény, és csak a legfelsőbb bíróság, Kónya István vezette tanácsa, mondta ki remek eldöntésében, hogy gyakorlatilag ez az önkéntes szabadságnak egy olyan formája, ami ugye egy úgymond markáns provokatív eszközt használ, tehát nem van népszerűsítés, hanem a elgondolkodtatás vagy éppenséggel a negatív összefüggések kihangsúlyozása érdekében. És nem csak ez történt, hozzáteszem, hogy ők ugyanúgy megkapták a kártérítést, ugyanúgy kártérítési pert kellett indítanunk, és szintén ezt kompenzálták, de több évvel az események után. Tehát ez tény, hogy itt a történelmi eseményekre kiható jelentősége volt ezeknek a rendőrhatóság intézkedéseknek. Ugyanezt történt, hogy a konkrét tiltakozásokkal kapcsolatban. Ugye, tehát 2003. április 7-én volt az árókampány rendezvény sorozata a nemmel kampányolóknak. Erősebb terétől indult a Kocsis Imre-t emlékezünk meg, tehát Kocsis Imre, a legismert 80-as csoport elszánt vezetője, aki abszolút erőszakmentességben és öregedésben gondolkodott, ebben Gandhi követője volt sok tekintetben, és őt utána aztán még öt különböző tüntetésen állították elő és osztották fel az ő rendezvényeit. 2006-ig tulajdonképpen ő volt a legmeghatározóbb teszt embere és egyfajta zászlóvivője a nemzeti rendelkezésnek, de nagyon sok mértékadó ügy született az ő tevékenysége kapcsán, és itt is ugye az történt, hogy a bejelentett vonulás lett volna Kossuth térre a Hősök terétől, nem volt korlátozva a vonulás csak a járdára, tehát úgy lett bejelentve, hogy a Krandrási úti vonulás, és a rendőr ugye a nem túl jól iskolázott jogállami képzésen rendelkező rendőr úgy értezett, ha lelép az úttest, akkor azonnal szabálysértés követ el, hogy felszólított, hogy ne lépjenek, hogy sikereket. Máseket lelépett, természetesen én megkezdem a tüntetést, puf, azon elvinték, előállították. Tehát el sem ért, ugye, tiltakozók rendezvénye. Hogy járt Gudázi György közben, ők más irányból közöttek, Lóháton, ugye próbáltak nyomatékot adni, ugye a dolognak, hogy mégiscsak azért ugye szabad magyar emberek, tényleg szép nemzeti viseletben, ott is rendőri intézkedés váltott ki a dolog. Többszörösen, egyrészt ugye ürekedési joggal visszaélő szabálysértésére miatt úgy van, bekapcsolták őket, elvetették őket,
másrészt lesz szabálysértés miatt, ha a lovakban nem volt irányjelző. Ez van. Ugye a lóval hajtás, komoly viták folytak, itt komoly dolgok, hogy a lóval hajtás, tehát lényeg az, hogy lehet totálisan lovagolni, szerintünk, olyan közben, hogy nem tudom, persze, mert ez nem kell irányjelző. De a gyűlökezés joga visszaélés, hogy még sűrűsabb volt, egyébként amellett, hogy ez egy abszurdnak, teljesen abszurd, de a másik is, mert a kocsánkat más, mint két gyüleket bejelentett tüntetés helyszínéről átvontak az egyikről a másikra. És ezt mindaddig, amíg ebben az ügyben nem nyertük meg a szabálysértés ügyet, mert szerencsés szabálysértés ügyben felmentett őket a bíróság egy bátor jó döntésben, és kimondta, hogy az bocsánat, nem minősül tüntetésnek, ahol aki két helyszín között átvonult, némileg zárt rendben, együtt, nyilván nem tudja az ászlókat letenni, és nem tudom, valakit meg kéne hozzá külön. Tehát átvonultak, és ezt a bíróság így gyönyörűen, tehát voltak bátor szabálysértési bírók, akik ilyen például volt, igen, valóban Bónis Éva biónő, aki majd később itt előkerül a kezdeményezkedett ügyben, őt egyébként eltávolították a bírói karból, és most nem régiben nyerte meg a visszahelyezési perét. Ennyi ideig kellett harcolnia, és most készülünk a revancsra a egyéb következmények kapcsán. Tehát, hihetetlenül nagy dolgokat mozgattak meg annak érdekében, hogy tehát ilyen ne történhessen. Tehát a kommunista gondolkodásban az, hogy emberek engedély nélkül többet magukkal csak úgy sétálnak A pontból B pontba, fel nem tudták fogni, hogy ez a teljes összebiztosság. És mondom, bírót képesek voltak elbocsátani, idióta dolgokat, magukat is megszégyenítve kitalálni, hogy nincs a lófarán irányjelző, mindenféle módszerrel próbálkoztak, hogy a népet tovább terrorizálhassák, még jobban, bizonyos értelemben, mint a kommunizmus alatt, és hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálat munkatársai folyamatosan ügyről ügyre verték ezt vissza. De hihetetlen örömmel tört el, amikor elképzelem a képüket, már bocsánat az ellenfélnek, hogy micsoda, és hogy ezek ezt meri, és nem félnek, hogy elviszik ezek az adásig 60-ban, és ledaráljuk, ahogy a apuka vagy a nagypapa csinálta, vagy hogy elveszi az állását, vagy ilyesmi, és hogy nem félte. Igen, hát egyébként az érdekes, hogy engem retorziót, a büntető eljárás ennek ellenére az átkos Gyurcsák Bajnai megyésrendszerben nem indult, hanem csak az új nemzeti együttműködés rendszerben sikerült. Jogvédi tevékenység miatt hozzáteszem, tehát ez szeretettel hívom már előttem is a kedves jelenlevőket és szolidáris jelenlétre. Alkalmat tudok kínálni egy újabb büntető eljárás megtekintésére vele kapcsolatban. Ez május 25-én lesz az első tárgyalás. Ez egy rágalmazási ügy, egy 2006-os ügyész Istenes szerepéről szólt a 2013. október 23-án az Asztóri előszartó tüntetésen, meg a Hírtévének egy interjújában, nem ismétlen meg az állítás, de az állítás lényege az volt, hogy a ügyész meg nem engedhető jogállami szabályokat durván sértő módon hatott, lépett fel a őrizetben levő férjének a feleségével szemben, amelynek lett olyan következménye is, hogy a harmadik várandós gyermeküket, amelyik született a gyermekük, nem született meg. Tehát ezt én ugye képviselőként értesültem erről az eseményről, és ezt közé tettem, amikor kötelezettségem volt hivatalos személyként, másrészt meg hát a mentelmi jog tulajdonképpen főszabályként erről szólna. Tehát nem arról, hogy lopkodhassak, szabadon és aludhassak, stb., hanem hogy tényeket feltárok, és azt ha kell közé teszem. Hát ez a tárgyalás lesz a Pesti Központi Keleti Bíróságon május 25-én, már van hiszen 8:30 perckor. A Magyar Igazságszolgáltatás dicsőségére számoljuk együtt, hogy ez mennyi idő, tehát de meg is érte a Nemzeti Együttműködés kormánya, hogy igazságtétel lesz 2006-tal kapcsolatban, és látják, meg is történik, mert Gaudi Nagy Tamás felelősségre vonják 2006-tal kapcsolatban. Úgyhogy, hát igen, ez nem annyira rögmentes út. A következő ugrás az viszont nagyon fontos, ugye a 2002. december 1-e, tehát a Kempinski Hotel, Megyesi Násztázek ocitás. Újabb tesztkérdés, ki volt ott? No, egyben jó, parányok. Már sok kis ember van, egyébként is az egy társaság. Igen. Tehát aki ott volt, az is szintén tudja, mi történt, és spontán
tiltakozás volt, ugye egy olyan esetben kapcsán egy olyan házatos dolog volt, tehát azóta a sok gázatot értjük, mert nem mondottuk volna, hogy csak ilyen eseti jellegű gyalázat ezen az ott sörös adatot, hogy a történeteknek. Ugye a román nemzeti ünnep Erdély elcsatolása kapcsán ugye az egy számukra egy ásznap, Erdély elcsatolásának a napja, és ehhez képest a magyar miniszterelnök a barátkozási osztozottság érvényében jönnek akkor egy álló román miniszterelnök, hogy kocsítjuk már egy ütlenek örömére. És tényleg egy diváltak RMDS. És RMDS ott volt, stb. Péter, rengeteg Péter Fél említettük külön, hát ő ugye külön ugye egy ilyen alintézménye a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak, tisztelt a jogvédőnk, sok hatalmas munkája van abban, hogy mi ezeket a csatolt területen kifejtett tevékenységünket. Tehát a 2006-os témákban is azt nem ismert az ő szerepe, és külön köszönjük tényleg ezt a áldozatos munkáját neki, meg nagyon sokaknak, akik itt vannak, tényleg elnézést, hogy itt nem mondok tételesen mindenki. Tehát lényeg az, hogy itt a Kresti Laci vette kezébe a dolgokat, nem tudom, hogy az oldalán voltam, Tomó voltam, és nem tudom már visszaidézni. Lényeg az, hogy ez a jó ember, hogy azért többen vagyunk, tehát nem lehet mindenki egyedül mindent megoldani. Gyorsan a sztori lényege, tehát ez is így eljutott Strasbourgig. Még a civil rendőrség jelentésében még csak annyit tudtam beírni, hogy már második szekcióban van, és várhatóan kedvező döntés születik ebben az ügyben, ami majd átformálja a hazai gyülekezési joggyakorlatát, tehát átformálta. Mégpedig itt a bűnös spontán tüntetés című fordulattal sikerült átszakítani azt az eddigi retorziós, megszólító jellegű önkényes gyakorlatot, ami arról szólt, hogy háromnapos bejelentési szabály megtartása az mindenek felett álló szabály. Ha valaki ezt nem tartja be, azaz olyan esemény történik, amire nem tud három nappal előtte bejelentést tenni, hogy majd tiltakozni fogok mondjuk egy bizonyos eseményre, akkor nem lehet tüntetni. Ez volt az addigi álláspontja a rendőrségnek. És hogy mit kell csinálni, ilyenkor a gyűlöletési törvény egyértelműen fel kell oszlatni a bejelentés nélküli tüntetést. És ezt alkalmazták is sokszor, itt is alkalmazták. Ott a hangránát, meg mindenféle történet, itt hivatkoztak ilyen tudom, külső támadásokat, de feloszlatták. Végfuttatták a gyűlöletési törvény szerinti jogorvoslatot itthon a Laciék, aminek a lényeg az, hogy kérni lehet a bíróságtól, hogy állapítsa meg, hogy a tüntetés feloszlatás előjelenes volt. És ezt megállapítja a bíróság, akkor nyilván teljesen más minden rendőrhatóság intézkedés ezzel kapcsolatban. Itt ez nem sikerült, a magyar bíróságok még nem tudtak váltani, és azt mondták, hogy hát igen, ha valaki nem jelenti be 72 nap órával korábban, az kész, oszlathatta a rendőrség nyugodtan. Laci ezt kivitte Strasbourgba, és így született meg, legnagyobb örömünkre, örömünk örömére is, bár soha nem bocsátja meg magának, hogy mivel ő is részt vett a tüntetésen, nem rakta be ő magát elsőjelben, akkor Kresti esetről beszélünk, így meg Bukta ügyről beszélünk, mert ő Bukta László, hogy azt mondja, az egyik ugye sértettje, mint a teljes nevében őnek, de a Bukta ügy, Bukta ítélet született meg 2008-ban, ami röviden és felősen erről szólt, hogy igenis kimondta a Strasbourg Jelenlegi Bíróság, hogy előre be nem lente tüntetések is türendők és nem oszlatandók, ha ezek békés jellegűek és egyébként a közrendet nem veszélyeztetik, stb. Erre ez elmondható volt erre a spontán gyülekezés, mert hazafiak spontánod összegyűltek a Kempinski Hotelnél, és hát ezért ugye elmarasztatta a magyar államot. És utána röviddel az alkotmányi bíróság módosított, hatán kívül helyezte a gyülekezési törvénynek ezt a részét, ami a kötelező osztatást rendelt el, és tulajdonképpen érkezett, megváltozott ugye a bírói gyakorlat. Furcsa egyébként, hogy a gyülekezési törvényhez a kétharmados többsége nem nyújt hozzá, tehát gyakorlatilag ez így most megmaradt ez az állapot, mert most is a spontán tüntetés végül is így megtartható, és hát látjuk is, hát itt azért a diszkrimináció mentesség nem jön össze mindig, de azért itt most már elég szabadon lehet tüntetni, és sok ilyen tüntetésen, akár képviselőként, akár civilként is részt vettem, ahol tényleg hát senki nem foglalkozott az egyik jelentettében, illetve ha meg nagyon körmére akarnak nézni, hogy mégiscsak hogy van ez a 372 órás szabály, akkor a devizahitelesek, például a Pókalaciék legutóbbi leülős, útlezárásos tüntetésénél már megint csak szigorúban léptek föl, mert ez tavaly ősszel volt, mert jól emlékszem, igen, és most nemrégiben szabálysértési bírságot kaptak ők a Kerékgyártól Lacival együtt, ugye nem a Romaházban mozdulom, és a radikális bankrács csoport vezetői, mert hogy ők, tehát lehet spontán tüntetni, lehet ilyet csinálni,
csak ugye akkor ugye bekerül, ott helyben kell bejelenteni helyi rendőrnek, stb. Bizonyos formai szabályok után még csak vannak, de a szabálysértési bíró után érdekelte semmilyen érfolytás. Pontán tiltakozás, a csapott át az ellentett tüntetés, amelynek nem volt része az útlezárás. Átadtak egy petíciót Kövér Lászlónak, ugye a deviza hitelesek drámai helyzetének javítása érdekében, amit nem vett át, és emiatti spontán tiltakozás volt az útlezárás, ugye az ő érvelésük szerint, hát ezt nem fogadta el a bíróság. Tehát nem minden ment még át sajnos itt a azért nézzük egy pár sikertörténetet. Nézzük. Jó, igen. Tehát ez a sikertörténet, ez a mindenképpen az, és erre épült rá, ugye, tehát a 2003. december 1, ugye kezdtem is kell, most már itt vagyunk, ugye az egyéves évfordulót szerettem volna megünnepelni Kocsis Imre, Lenis Magyarország 88 csapatával együtt, onnan háztűznézőbe mentek volna Megyesi Péterhez, így volt jelentve a rendezvény, egybe volt bejelentve, tehát gyülekezés a keszténiskertben, vonulás és a Megyesi ház. Ezt megtiltotta a rendőrség, ugye a jó bevált fordulatot ekkor már Gernyi Péter alkalmazta. Ugye 2013. július 1-től Gernyi Péter volt Budapest rendőrfőkapitánya, amikor kezdve ugye a gyülekezési gyakorlásának a íve, vagy jogállami íve az még inkább a béka feneke alá bonyult, és akkor ezt megtiltották azzal, hogy túlzottan akarázta volna a forgalmat, ugye ez a vonulgatás már, hogy le kellett volna zárni azt az utat, emiatt a busz nem tudott volna közlekedni, emiatt meg azt a részt kellett volna, emiatt egész Budapestet le kellett volna zárni, stb. Ilyen kiterjesztő értelmezés. Azt a taktikát csináltuk mindével, hogy három részre bontottuk a bejelentést, egy gesztényeskerti gyülekezés, a vonulás és a miniszterelnök ház előtti tiltakozás. És erre úgy válaszoltak, hogy nem hoztak alakszerű tiltó határozatot, hanem azt mondták, hogy ez ugyanaz, mint a korábbi, vegyék már tudomásul. Nagyjából ez volt a válasz, a lényege. De mondtam a e-mailnek, megkereszte, mi van, mondtam, hogy jó állunk szerintem, mert ez nem etik, nincs tiltó határozatot. Magyarul megjelenhetsz és tüntethetsz, mert ugye nem engedélyezés van. Meg is jelentek, megkezdték a tüntetést, Keszthelyiskertnél, az első részt úgymond teljesítették, és amikor megindultak volna, akkor hirtelen, hogy akkor már több rendőr, lovas rendőr, kutyás rendőr, rabómobilok, stb. Begyűjtöttek 52 embert, Kocsis Imrével együtt, mindenestül, és akkor ott hát egy elég hosszú előállítás, Vegzatúra, a 12. kapitányságon, Zétényi Zsolt is akkor ugye szolgálatba helyezte magát, én is ott voltam, és akkor küzdöttünk egy nagyot, egy érdekes hangulatok voltak, hímuszténeklő emberek ott a rendőrség fő, és a többen voltunk, mint a rendőrök. Tehát elfogták az embereket, de valahogy azokért volt a közelében, meg úgy hangulatilag is hát fölött álltak ugye a nem túl lelkesen munkát végző rendőrök fölött, és akkor így is egy ilyen alkúval sikerült szabad a lábra a helyezést elérni mindenkinek, kivéve megszedték az alkot, a Kocsis Imrét meg bentartották 72 órás őrizetben, és gyorsított eljárásban szabásértés, rendszabályozó rendőrség elítélték, de a többiek érdekében is, meg az ő érdekében is megindítottam ezt a bizonyos felosztatás jogellenességét megalapító pert, amely végülis 2005. decemberében jogerős ítélettel megalapította, hogy jogellenes volt ez a felosztatás, mert nem vesztette a végés előtt a tüntetés, és igenis nem volt alapszerű tiltó határozat, tehát megtartható lett volna. Döbbenetes pillanatok voltak, mert többek között ugye a Kocsis Imrére az volt az elítélésnek a alapja, meg ugye a oszlatásnak is az alapjaként erre hivatkoztak a rendőrök, hogy békétlen volt a tüntetés, mert nagyon-nagyon hangos jelszavakat kiáltoztak az emberek. És ugye hát ez szörnyű dolog. És még a rendőröket is szidalmazták, és ugye ADHD-t emlegettek meg ilyesmi, és ugye szörnyű dolog. És ezt halálkozóan meggondolta a bíró, és a rendőrök meg még komolyabban, akkor belefeszültek ebbe az ügybe. Lényeg az, hogy volt egy vádlott bírónő, ez a bizonyos Bonséva, aki viszont az összes többi rendes eljárásban fogja szabásértési ügyben, ugye először felfüggesztette ezeket az eljárásokat, amíg ez a felosztatási per zajlott, majd érdemben megszüntette mindegyiket, akik felmentek, és ekkor ugye ellentámadásba mentünk, és előterjesztettük a kárigényeket, itt kisebb meghúzakodások után, pelyen kívül, tehát az átkos gyújtsán rendszerben, 2007-ben pelyen kívüli egyesség útján 600 000 forint, és kamatai összegű kártérítést tudtunk Zétény Zsoltnak, Alsi Szabolcsnak,
több kollégával együtt elérjük, és azt mondom, akkor benne volt. Fejeként, természetesen fejeként. Tehát mind az 50 kétel lett fejeként 600 ezer forint kamatait van a verseny. És még az Imre is, még az Imre-nek is sikerült elérni, mivel most a különösen büszke vagyok. És hát ezt még egyszer ki kell emelnem, hogy tudott önvizsgálatot tartani az akkor Tóth Gábor és elnökkapitány. Szomorú dolog ennek fényében, hogy csak ugorjuk a mai valósághoz egy picit, hogy tegyen egy kis aktualitás is. Mai napig vannak nekünk például rendezetlen és önkéntes egyességgel rég lezárhat ügyeink, amelyben nem hajlandó, mai napig nem hajlandó a mostani rendszer kormánya a korábbi időszak jogsértéseiért helytállni. Dukán Dániel esetét említhetnénk, talán sokan ismerik ugye a 2006-os egyik áldozat fiatalember, akit most nem mondom, hogy egész történet, de hazafelé menet, levadázták a rendőrök a rádió környékén szeptemberben. A semmiségi törvény tulajdonképpen ő rátekintettel született, hogy ugye hamis rendőri jelentések és vallomások alapján ítélték el, és ezek a hamis rendőri jelentések, ezek a hamis rendőri vallomások, arra támaszkodva védekezik most a rendőrség a kártérítési perben, és mondja azt most 2016-ban, hogy kérem szépen, hát ott Dukán Dániel dobálózott, meg ott mindenféle csúnyákat csinált, meg megmondott. Tehát ez nagyon visszás, nem beszélve a gárdistákról sem, ugye, akik szintén borzalmas jogsérelmeket szenvedtek, 2009 volt a legnagyobb gyilkosság napi július 4-i döbbenetes esemény sorozat. 2016 ember előállítása, ott folyik egy per, illetve kettő, összehagyunk több is, mindegy, tehát kb. 100 ember kártérítési igényelő, elzárulózik a kormány. Hozzáteszem, most már eljutottunk oda, hogy a rendőrség fizikailag nem jelenik már meg a tárgyalásokon, tehát már ciki nekik, úgymond a jelenlét már nem tudnak mit mondani, leírni, még leírnak egy-két érvet, úgy tessék vásségre, de tényleg nem finom, szóval nem elegáns ez a hozzáállás. Hogyan menjünk tovább, mert hát tényleg rengeteg eset van, és időben meg nagyon fogyunk. Mondok akkor még egy pár történetet azért. 2004. december 10-én szerezett volna ez a Vörök mozgó Kocsis Imre megint tüntetni, de a Gyurcsány Ferenc házánál, tehát ez egy ilyen hobbija volt, hogy különböző miniszterelnök házánál szerezett volna tüntetni, a manipulatív EU népszavazás miatt, meg bocsánat, teljesen a aminózusz rossz emlékű kettős állapotásság népszavazás miatt, ugye a kormányzati manipuláció, tehát azt is kísérték, ezt is nem tévedtem, mert mind a kettőnél megengedhetetlen kormánybeavatkozás torzította a valós véleményeket. Ennek nyomán kerülhetünk erre a Európai Unióba, illetve kerülhetett sor erre a borzalmas hatásokat kiváltó, de összességben nem vesztes, csak lelkileg csatolt magyarok körében ez elég komoly megrendelést okozó népszavazás, ami azért 100 000-re több volt az élet szavazat, mint a nem, de el sem volt elég, hogy kötelező döntést előszakoljon ki. Hozzáteszem, most már nem tudom megállni, hogy de ezzel azért visszafoglaltuk a bevásárlóközpontokat, most nagy forradalmakat tudjuk nézni együtt, ha kell. Tehát 2004. december 10-én ugyanez a forgatókönyv volt. Tehát egy bejelentettük be a tüntetést, megtiltották közlekedési sérelmet, stb. 5 részre bontottuk. Kossuth téren több helyszínen tiltakozik a csapat, majd megindul a Margit hídon át Gyurcsány Ferenc háza felé. Megint csak megtartották a Kossuth téri részeket, és akkor megindult Imre a helyszín felé néhányan magával, mint szervező, hogy oda menjen a helyszínre, hogy azt mondja, hogy kérem, akik gyerekek oda gyűltetek, tiltó határozatunk van, mert sajnos ugye ezeket a külön bejelentett tüntetéseket is megtiltották, tehát mert egy biztonsági szempontjai a miniszterelnöknek, meg stb. És hogy megy oda, hogy tájékoztassa gondos szervezőként az embereket, hogy hát baj van gyerekek, hogy valami kitalálom, ugye, mint az ilyen konstruktív volt, és lekapcsolták, tehát ilyen akciófilmekbe ülő jelenetekkel, körbevették, legyűlték, hetet magával együtt, a Margit hídon is előállították, gyönyörű és jobb a visszaélés miatt. Mert hogy többek között a szirénája, a hangos bemondójának a szirénáját búgatta, és ezzel ugye csendháborítás követett el. Nem hosszan, tehát 72 órás őrizetet megint sikerült beszereznie, és ez egy jól végződő ügy volt, mert megállapítottak később a bíróság a tüntetés felosztatás jogellenességét, a gyülekezési joggal visszaélés miatt az eljárást megszüntették,
kártérítést tudtunk kiharcolni neki perben, és megpróbálták kiszámlázni neki egyébként a rendőrség biztosítási, felvonulási költségeit. A Gyurcsány Gyula biztosítási költségeit kapta a számlát, most is ugye közel 500 ezer forintot fizessen, de hát visszajutunk egy udvarias kimért hangú levelet, hogy ezt nem kívánjuk megtenni, aztán ezt valami tudomásul vették. És ami bántott egyébként itt, az, hogy mindenünknek vannak azért ilyen nem teljesen mondom, sikeres részei, az, hogy ez nem elég hibán volt, de ugye bent volt Imre börtönben 3 napig. 3 napos jogorvoslattal fordulhatunk volna a tiltó határozatok ellen bírósághoz. Ugye az igazolási kérelem intézményben alá találták ki, az ember akadályoztatva van, akkor kimentheti az eljárási határidő mulasztását. Hát én gondoltam, hogy hát ez egy ilyen eset, ugye valaki börtönben van, akkor nem tud foglalkozni a jogorvoslatok írásával. Ezt a bíróság sajnos nem. Ezek így gondolta, és igazolási kérelemmel nem tudtuk élni, nem tudtuk ezeket a tiltó határozatokat később eredménnyel támadni, de a vége jó volt. És hát itt sűrű sorozatban jöttek ezek az esetek. Aztán még ez a december 1-e ilyen teszt nappá vált, mert minden évben utána voltak bejelentéseink, és teszteltük a rendszert, hogy hogy reagálnak. 2004. december 1-én volt egy bejelentés a Erzsébet téren, a játszótérre. Gondoltuk erre a közlekedési rendet ebből levezetni, hogy megsérül, hát ez nagyon furcsa lenne. De sikerült nekik, tehát magyarul ezt is például a játszótérre bejelentett tüntetést, azzal hivatkozását tiltották meg, hogy aránytalan rendje lenne, közlekedési rend sérelem. Újabb fordulat 2004. május 23. Ugye ez egy nem túl szükséges nap. Mondhatok valamit, csak hogy világos legyen. Tehát ez a közlekedésről azért beszélünk annyit, mert hogy a jogszabály jogállamban világosan és nagyon körülhatároltan mondja meg azt, hogy mikor lehet betiltani egy tüntetést. Tehát ugye soha nem a tartalmánál fogva, ez a nagy különbség a kommunizmussal, hogy van egy cenzor, aki ellenőrzi, hogy ez megfelelő tartalom, ez nem megfelelő tartalom, az nem lehet kimondani, hogy mondjuk a miniszterelnök ellen nem lehet tüntetni, hanem meg van mondva, hogy például tehát nagyon szűk körbe lehet megtiltani, akkor, ha a közlekedés más útvonalon nem valósítható meg, és olyan mértékben akadályozza a tüntetés, a közlekedést, hogy az tűrhetetlen. Na most ezért emlegeti a Tomi folyamatosan ezt, hogy mert ugye erre hivatkoztak, akkor is, amikor ez teljesen megalapozatlan volt. Mert hogy az önkény és a jogállam között mondom az a különbség, hogy nekik muszáj valamilyen jogszabályra, mivel az egy nagyon szokatlan volt nekik, és mind a mai napig szokatlan, hogy nem azt mondhatják, hogy csak, és mert a párt így kívánja, hanem azért, mert hogy a jogszabályban megvan az az alap, amire előbe akarják tiltani. Csak sokszor ez módban csinál alapot. És minden ezen az alapon miért nem tiltakozott a tűzelvállásra? A Tomi falnál van a szó, hogy nem akartam visszavetni, csak néha, mert ugye a Tominak lehet, hogy természetes, de nem minden annyiunknak, hogy ugye ez a közlekedés aránytalan sérelme, ez így jön a témához. Igen, az én két ilyen idézetetének adószak meg, mert azért ez nagyon fontos, hogy a számunkra a jogvédő munka tanulsága egyrészt az, hogy bátorítást adott azért sok embernek arra, hogy folytassák a tiltakozást, hogy merjenek tiltakozni. A szakmai bátorítást is adott kollégáknak, hogy vállalják fel a ütközéses ügyeket, illetve ugye a igazságszolgáltatás szereplőinek is bátorítást adott, hogy ha kell, akkor ne az elvárások szerint cselekedjenek, hanem merjenek autonóm módon döntést hozni. Tehát például felmentő határozatot hozni a helyzetben, amikor az már egyértelműen ezt kellene meghozni, de mégis van egy nyomás, van egy politikai akarat, vagy megrendelés, ahogy tetszik. És igen, próbáljuk akkor itt tömöríteni a dolgot. De ezt a mondatot akkor tényleg adóvasan fel, ez egyik kedvenc mondatom Bóris Éva egyik ilyen felmentő határozatának indokolásából, és ez elég jó visszaadja azt, hogy azért tehát nincs abszolút veszve a helyzet, akkor sem azt gondoljuk, úgy érezzük, hogy van egy olyan rendszer, egy olyan kormány, vagy egy olyan szemléletmód uralkodik el az államon, ami úgy az egyén autonómiát elnyomja, a nemzet érdekében kellően képviselő, stb. Igenis az egyének az adott helyükön, az adott felelősségkörükben, ha ezzel elkezdenek tartósan szembe menni, akkor ez bizony olyan erős együtthatót tud képezni, amivel meg lehet ezt változtatni. Én ezt nem tudom, hiszen hát
Kandira Kacsika Tobi, aki azért itt ezeket elég jól meg tudta valósítani. Nyilván ő azt mondta persze, hogy a változást össze magunkon kezdjük, ugye, tehát hogy ha ilyen nagy dolgokat akarunk, tehát nekünk is fel kell lenni a feladathoz. Ez a mondat így szól, 2003. december 1-én itt hogyan ítélte meg a rendőri fellépést ez a szabálysértési bíró. A rendőri fellépés mikéntje, az egyebekben alkotmányos jogaikat gyakorló állampolgárokkal szembeni fellépés módja, a békés tüntetőkkel szemben a teljes készenléti rendőrség felvonultatása, pusztán politikai okok miatt a tervezett tüntetés minden körülmények között történő megakadályozása a rendőrhatóság részéről, megengedhetetlen jogállamiságot megkérdőjelező fellépés. Itt a december 10-e kapcsán 2004-ben neki történt. Kisúgták, de aztán jött egy másik bátorbíró, aki a 2004. december 10-i jogellenes elfogás kapcsán azt írta a bementő határozatában, hogy az őrizetbeli előállítása őrizetbeli ételre valóta adatot tartalmazó kohol bizonyítékok alapján került sor, ezért a kényszerintézkedés és a fogvatartás törvénysértő jogalatlan volt. Ezekben a határozatokban egyébként Szívos Mária is részt vett, aki ugye most alkotmánybíró, azért az ő munkássága és Szolnoki János munkássága mindenképpen kiemelhető. Másodfokon a szabálysértési ügyekben, másodfokon nagyon szép alkotás alapkérdéseket eldöntő módon védték meg jogaik gyakorlásán miatt felelősségre vont embereket. Hát azt mondja, hogy itt akkor ugorjunk egy nagyobbat, mert 2006-ig tulajdonképpen ez folytatott, ez a trend. Tehát ez szinte minden napos volt, egyéni élmények biztos vannak ebben az időben, az időszakból, de ez a 2004, igen, május 23, nem akartam most már hosszan, de akkor ez az idős Izrael állam, 56-ig kifolytált mindenben, itt az Erzsébet téren, nagy külsősége közepette. Kocsis Ibrék egy új találkozót hirdettek meg egy kulturális rendezvény, mondjuk a magyar kultúra szépségét szeretnék itt felmutatni, hogyha már ők is felmutatják a maguk másságát, szépségét, és hát ezt ugye megtiltották, mint tüntetés, de ugye a kulturális rendezvények szabadon megtartottuk, azok nem tartoznak a gyűlökezési törvény alá, hogy Imre és társai megjelentek a helyszínen, udvariasan tudakozódtak a rendezői, vagy hát a közrendvédelmi feladatokat a rendőrtől átvevő, láthatóan nem magyar állampolgárságú civil rendőrrel szemben is próbálták magukat megérteni. Udvarias kérdésre a válasz előállítás volt, és többek között ugye azokat a hölgyeket is előállították, akik így gyűjtötték az aláírás a kettős állampolgárság népszavazás mellett. Na itt szintén megalapították a jogellenességét az elfogásunknak is, nagyon komoly kártérítést itt is el tudtuk érni. Volt egy Kassai hídi vonulás, nem tudom, emlékeznek-e rá, 2003. októberében 7-8-an vonulnak a Csepeli Kassai hídon, egy magyar zászló rendőri kérésre ki van bontva az egyiküknél, és akkor megállítják őket a rendőrök, akik nem vonulhatnak ki bontott zászlóval, mert ez tüntetés. Miért nem? Elvitték őket, egy gyorsított eljárás, 12 órás tárgyalás volt, restitációval csináltuk végig. Felmentették őket, és így is mindenki a kártérítést kaptak. Ez volt, ahol Kőszegi László kiváló felvételei örökítették meg az önkényes rendőrintézkedést, még a sajtóssal szemben is, hogy mutassa a sajtóigazolványt, a sajtós jöjjön maga is, mindenki elmentek. Aztán 2006, ez azt hiszem, hogy már mindannyiunkban szinte ott húzók, ugye külön estét lehetne tartani. Összességében azt lehet mondani, hogy ez már a csúcsbejáratot és rendkívül véres formában kivitelezett lecsapódása volt mindannak, ami előtte történt. És ez egy nagy ütközet volt, tulajdonképpen az értelmezésem szerint egy népfelkelés volt, amely komoly csatákba torkollott, ahol gyakran olyan gátlástalan módon tudott csak a hatalom fellépni, de a párthatalma érdekében, hogy tényleg soha nem látott brutalitással tört a magyar emberekre. Ez egy történelmi alkalom lett volna arra egyébként, hogy így például az akkori ellenzéki párt, ugye a Fidesz is úgymond beleálljon ebbe a történetbe, és azt mondja, hogy na ez már nem. Na most ezt képest a tévészéket, most a másnap ilyen közös öppárti nyilatkozattal ítélték el az erőszakot, stb. És a vizsgálóbizottságok már nem is kértek. A metész tüntetés kapcsán volt vizsgálóbizottság kezdeményezés egyébként 97-ben, de itt már nem volt, és itt tulajdonképpen némileg egyszerűsítve, amit magunknak nagyokat arra játszottak, hogy majd bejön ez a kétharmad. És tulajdonképpen ugye pici politológiailag, ha nézzük, azért a mi nemzeti jóvédő munkánk, úgy gondolom, hogy elég sok
töltét adott a helyez a kétharmados győzelemhez. Hát ehhez képest mondjuk ugye a könyvben Bagdadok a György kérdésére nyilatkozgatok itt az előzményekről, meg a mindenféle emlékekről, és így azt mondom, hogy hát a balliberális oldalon sok támadást kaptunk. Na most én 2010 után, ha támadást kaptam, akkor azt igazán úgymond a kormány oldalról kaptam. Ezt soha nem felejtem, az első plenáris tárgyalási napon már előkerült ugye 2006, azonnal úgymond követeltem a kormányprogram vitája kapcsán a felelősségre vonás, stb. És akkor ugye felállt Balogh Zoltán, és akkor elkezdte, hogy ócska pártpolitikai trükközésekkel itt ne jöjjek elő, és ott van a jegyzőkönyvben egy mondat, hogy én válaszolok, hogy én nemzeti jogvédő vagyok, nekem az a hivatásom, hogy a meghúzott magyarázatnak érdekében, most már itt a parlamentben is dolgozom, stb. Én követelem a felelősségre vonást, kezdjék el a munkát, rúgják ki a bűnös rendőrket, ügyészséget irányítsák át, stb. Bírókat is megfelelő módon vonjuk felelősségre. És akkor egy ilyen jegyzőkönyvi mondat, ugye ezt rögzíti az országos jegyzők a beszólásokat, kormány oldalról, mondom, hogy nemzeti jogvédő vagyok zárójában, kormánypárti oldalról szégyen. Hát én nem érzem annyira szégyennek ezt, ez inkább az ő szégyenük, hogy ilyen módon nyilvánultak, mert nem tudni, ha tudnám már, nem biztos, hogy annyira örülne ennek, hogy ezt elmondtam. De lényegtelen, nyilván most ez egyéniségemekről szóljon. Én úgy érzem, hogy azért sok mindent próbáltam a parlamentben is tenni, annak érdekében, hogy a nemzeti rendelkezésnek a gyakorlóival szemben még változik meg a rendőri gyakorlat, hát nem változó sikere finoman fogalmazva, hiszen a gárda üldözése például az átívelt rendszereken, és ez tökéletesen most is kimutatható, hogy az egyenruhás bűnözés fogalma az egyik legcinikusabb és legundorítóbb kifejezés ennek a mostani rendszernek. Hát én azt hiszem, hogy sokat lehet többet találni, mondjuk, de mondjuk ez mindenképpen kiemelkedik, hiszen ugye, na hát tudjuk, viszont mi tagozunk ezen, a hazaikat védő tisztességgárdista embereket így nevezni, miközben az egyenes bűnözők meg valóban valódi egyenruhában és rendőrhatósági jogkörrel sokszor követnek el durvaságokat. Hogy az időnk, tehát gyakorlatilag azért a gátolóira mindenképpen olyan szempontból emlékezzünk meg, hogy itt tényleg példátlan, hogy pozitív, felívelő szándéka volt nagyon sok jogkörökül embernek, hogy egy jó ötlet volt, ez felkarolta a Jobbik tulajdonképpen, és nagy lendülettel ment ez előre, sokak energiájából, pénzéből, jó akaratából, ami nyilván kiváltotta a Gyurcsány rendszer üldözését, elindult a felosztatási per, amely másfél évig tartott. Itt azért még úgy sikerült időt nyerni ahhoz, hogy tulajdonképpen tudjon a gárda megnyilvánulni, mint előtmutató tényező. Ez nyilván sok tényező mellett is valóban egyetértek a fellépésének a döntő hatását. Semmiképpen nem lehet kivenni a rendszerből, az Európai Parlamenti sikernek ez egy nagyon jelentős tényező volt Krisztina működése mellett a gárda léte, és utána ugye a hivatalos felosztatás után elindult ugye a másnap képákra rávó volt ominózus bajtársaság napi tüntetés. Ott csak a logikát, hogy felvillant, hogy ott is megindítottuk ezt a felosztatási pert, és ott is megnyertük, és ennek ellenére ugye mondom, zárkozik el egyesség elől a rendőrség, de most már sikeresen állnak ezek az ügyeink. Múlt héten megint volt munkárista győzelmünk, ott a 2009. novemberi Horthy Miklós vonulás során állítottak közül kettő derékárista fiatalra, mondták azt, hogy ők ott visszajöttek az egyesülési jogra, mert újra szervezték a gárdát, ez alatt úgy tűnt, mint a újra szervezték őket. Ilyen mondta ez Kovács kettő örömester, hogy 25 oldalas kérdezte, 25 oldalas gárdítéletet olvasta, mert nem ismeri, mert nagyjából ez alapján lehet minimum megítélni. Szerencsére itt megint hát három éve gyűjtött eljárás kellett kiállni a fiataloknak, ugye ezt felmentették őket, és így a jogátételt most jól erősen megkapták a táblán. Tehát ezeket a csatákat vívni kell, és vívni kell az elcsatóterületen élőkért is. Záró gondolat, utolsó momentuma pedig az, hogy itt ezzel ér össze a történet, hogy merítsünk ebből a tapasztalatból erőt és tudást, meg elszántságot arra, hogy egyrészt magunkat védjük itt a Csonka országunkban, illetve az elcsatóterületen élő közösségünk mellett is kiálljunk, hiszen ezek az ügyek nem egyediek, illetve bizonyos értelemben tesztügyek. Tehát mai hír, hogy Csíkszered a polgármesterét is most kötelezik jogerősítélettel, hogy távolítsa el a székely zászlót, magyar zászlót. Tehát most már gyakorlatilag eredetileg szinte forradalmi a helyzet Erdélyben. Mi sajnos persze azt látjuk, hogy még ott az ébredezés
kell erősíteni, tehát a jogtudatot, a kiállást kell erősíteni. Furcsa ez, mert ugye a magyar tudatban joggal azt szerepel a székely, bátrak mennek előre, nincs illegont, semmi gond, tehát ha kell, előkerülött a minden, a Kálinka mellett más is, de meg a bátorság megvan, de valahogy ez a fajta jogtudat, de most azok a retorizikus eljárások, hogy a Székelyszabadság napján, ugye jogszerű, tényleg tisztán megtartott tüntetés résztvevőit utófelelősségre vonják, hogy úgymond tiltott tüntetésen vettek részt, még olyanok is, akik nem is voltak a helyszínen, stb. Tehát nyilvánvaló jogsértések özönre zajlik, és formálódik. Örömmel mondhatom, hogy egyik hozadék ennek az újnak, amellett, hogy itt ugye ezek a komoly filmek elkészülnek majd, mert még fog több film készülni különböző helyszínekre, a szakmai találkozókról, meg bírósági látogatásokról, ahogy nyelvet nem használhatnak, szorulnak ki a magyar bírók, szorulnak ki a bíróságokból, Sepsiszeg Györgyön a 14 bíróból, egy már csak a magyar, stb. Tehát borzalmas az osztag ember. De vannak bátor magyar ügyvédek, ügyvéd kollégák, kolléganők, akik ezzel szemben kívánnak szegülni, és mi most őket segítjük abban, hogy tulajdonképpen létre jöjjön, megalakuljon Erdélyben egy olyan jogvédő szolgálat, amit tulajdonképpen így ezt a szellemiséget képviselni, mi ezt támogatjuk, erősítjük őket. Létrejött ugye állami szinten, erről meg kell emlékezni egy fél mondat elejéig, ugye a kisebbségi jogvédő iroda néven, intézet néven kezdeményeztem Kalmár Ferenc képviselőtársammal 2011-ben, hogy legyen egy állami szintű jogvédelem. Ez egyébként is volt ötlete, tulajdonképpen, aki ezt 90-es évektől képviselte, hogy ez egy állami feladat, hogy a határtúli magyar közösségek jogvédelmét szervezzék. Ez most már alaptörvény, mert így is van, szó szerint most már nem is van egyéb közösségi jogok mellett, ugye küzdeni kell a magyar államnak. És létrejött, nem kellő hatékonysága működik, kap forrásokkal, de még az emberi bátor vasalját, úgy Menyhárt Gabriella ugye képviselte és vitte sikerre Tóth Ferenc festőművész ügyét, aki kertjében szobát állított a vasalját szobrát, amit másnapra, vagy harmadnapra ledöntöttek románok és eljárást nyitottak ellene. Április bűnös minden dicsőítése miatt. És igen, Menyhárt Gabi is elnökség. Menyhárt Gabriella is elnökségi tagunk, így van, biztos mondhatjuk, elcsatolt területen élő kollégám közül egyetlen, aki elnökségi tagunk, és elérte a felmentést, tehát ő egy ilyen bátor felkészült telefonban ilyen ügyekkel, csak ismertetné kell, és a kisebbségi jogvédő intézet, amelyet a Csóti Győr vezet, azért nem élni minden eszközzel, finoman fogalmazom. Jó szándékban próbáljuk terelgetni, erősíteni ezt a küzdő szellemet bennük, mert itt nyilván sajtótájékoztatók, nemzetközi akciók, tehát sokkal, hát nézzük meg, hogy az Amnesty International hogy csinálja, stb. Tehát egy kicsit, na szóval kezdődött a módszereket alkalmazni. Hozzáteszem Krisztinának olyan köszönetemet, azért kifejezem, mert gyakran ez a jogvédő szolgálat jelentős részben annak tudja, amiatt tudja a tevékenységét végezni, hogy Krisztina az európai parlamenti lehetőségeiből természetesen jogszerű és átlátható módon megteremti a lehetőségét annak, hogy mi ezt a jogvédő munkát végeztessük, ilyen nagyobb akcióba vonyolódhassunk. Nyilván ennélkül is csinálnánk a dolgunkat, csak már más azért a hatékonyság, tehát jelentésünk lesz az erdélyi magyar helyzetről, filmek fognak készülni, ezeket a jelentéseket nagyon széles körben fogjuk terjeszteni, az ENSZ, Európai Unió, ugye lépéskényszerbe akarjuk hozni ezeket a szervezeteket, tehát a román-magyar kormányt is, de most már az LMDSZ is felvette a kesztyűt, és úgy tűnik, hogy kénytelen volt egy árnyék jelentést készíteni Romániát monitorozó jelentés kapcsán, tehát több sértésekről beszél, és már összegyűjti ezeket, ők is vizsgálják. Nyilván más érdekből talán, mint mi, de egy a lényeg, hogy mozgásban kell hozni a dolgokat, és a küzdelmet nem szabad soha feladni, mert ugye szoktuk mondani nemzeti jogvédőként, hogy utolsó paragrafusig folytatjuk a küzdelmet a nemzet szabadságáért, az igazságért és a jó eszközeivel. Kedves testvéreim, Kisely Dánti hálaadással köszönöm meg Morvai Krisztinának és Gaudinak Tamásnak ezt a beszélgetést, amit úgy folytattak le, ahogyan a
TV elvételekből is. Ez köszönhető volt annak, hogy a Krisztián valóban nem akarta többször kikapni már a kezedből a mikrofon. Egy biztos, hogy megnézve ezt a film részletet, döbbenetes belegondolni abba, hogy mi lenne, hogyha ez a fősodató médiába fősodidőben jelen lennek, és vajon hogy reagálna erre a magyar társadalom, és milyen következménye lenne mindennek. Én emlékszem arra, itt a gyülekezeti tagoknak a többsége talán tudja, hogy Marosvásárhelyen a Vártemplomban voltam én egy évig ifjúsági lelkész, és amikor ez az elhatározás megszületett bennem, hogy oda megyek, ez akkor történt, amikor az a bizonyos fekete március volt Marosvásárhelyen, és ugye 1990-ben, és emlékszem arra, hogy azon eseményeknek a valódi, tényszerűnek mondható filmrészletét, dokumentációját bemutatta a közszolgálati televízió, de nem hiszem, évfél után. Tehát egy ilyen műsoridőben volt lehetőség megtekinteni, és hát persze a tényleges történések után azt követően jó pár napra. De ügyeltek arra, hogy ne főműsoridőben legyen. De most már ott tartunk, hogy mondjuk ezt a felvétel valószínűleg még évfél után se lehetne. Sokán szép már, ki tudja, de én legalábbis úgy érzem, tehát, hogy ennyire visszaszomult a nemzeti jogvédelem a mai Magyarországon. Annak ellenére hihetetlen az erőfeszítés, amit a Nemzeti Jogvédő Szolgálat végez, Morvai Krisztinával, Gaudi Nagy Tamással, de mégiscsak ki kell mondani azt, hogy a jogsértések azok újra és újra folytatódnak, és azt hiszem, hogy a Tomi azért küzd a rendre a bűségzavarával szükségképpen, hiszen hát ennyi jogsértés volt. És folyamatában ennyi volt, ugye? És tényleg elbilincselő, és hallgatnánk naposszat, ha megtehetnénk, az egyes ügynek a részleteit. Ugye, hogy mennyiben a részletekben bújik meg a kis ördög, és hogy mennyire oda kell figyelni minden részletre, ahogyan a tévés felvételnél is, illetve filmfelvételnél is valóban mindenre rá kell kérdezni, és már ott kiderül az, hogy mennyire elképesztően országtalaná tud válni a hatalom maga. Most már nagyon kevés időnk maradt arra, hogy egy-két kérdést föltegyünk Kormai Krisztinának, Gaudi Nagy Tamásnak, de visszaélve a lehetőséggel, hogy itt van nálunk mikrofon, de ezt úgy teszem meg, hogy több testvérem erre kifejezetten kért engem, és tekintettel arra, hogy bizonyos szempontból érintett vagyok, annyiban, hogy feleségem is érintett az ügyben, akinek a kimentési kérelmét nagyon helyten az elején nem tolmácsoltam, hát akkor most ezt megteszem. Dél-Afrika fele tart, se teste, se lelke nem kívánta, de hát belefüggőve a frankofon országok konferenciáján történő részvételben, és már több felvetés volt többféle helyszínen, szintén távoli helyszíneken, ezeket még el tudta kerülni, ezt most nem tudta kikerülni. Na minden, és akkor, amikor ez a konferencia szerveződött, akkor még nem volt tudott azt, hogy most egybeesés lesz ezzel a rendezvényel, ami viszont jóval hamarabb kitűzésre került egyeztetve a két előadóval. De ha már több testvér kifejezetten kérte azt, hogy ez elhangozik ez a kérdés, és végül is ti magatok is erre utaltatok a felszólalásotokban, előadásotokban, szeretnélek akkor titeket megkérdezni, hiszen itt egy volt jobbikos országgyűlési képviselő ült,
ugyebár, illetőleg egy még ma is nem jobbikos, mert pártfüggetlen. Igen, de a Jobbik támogatásával európai parlamenti képviselő asszony, hogy mit szóltok a kialakult helyzethez, pártoskodás nélkül, jogi szempontból mi a meglátásotok, van-e némi aggályotok ezen a területen, nevezetesen ugye, hogy a tagság az választhat-e, vagy nem választhat egy adott párton belül olyan alelnököt, akit hívákat sem. Köszönöm szépen, én már a Hír TV-ben egy kicsit megszólaltam ebben az ügyben, és sokkal többet most se tudom mondani, annál, mint amit akkor mondtam, hogy én el nem tudtam volna képzelni, hogy ilyen van. Tehát én ebben pártas, soha nem is voltam, és én azt hittem, hogy hogy a párt az ugye úgy működik, hát legalábbis ugye a rendszerváltás utáni vonatkozásban, hogy van egy tagság, és akkor a tagság határozza meg, hogy annak a pártnak milyen legyen a politikája, és a tagság határozza meg, hogy kik vezessék azt a pártot. És hogy ugye amikor 2009-ben Kona Gábor felkérésére elvállaltam, hogy a jogi színeiben indulok az európai parlamenti választáson, akkor megállapodtunk Gáborral abban, hogy 2008-ban elkezdünk egy olyan országjárást, amelynek során először is felmérjük az embereknek az igényeit, hogy milyen programot állítsunk össze, mi a fő problémája az embereknek, a vidéki embereknek, a falusi embereknek, a földtől való megfosztottság, a kisgazdáknak, a beáramló külföldi élelmiszer, a kisvállalkozóknak az állandó ellenőrzések, hogy bűnözőnek tekintik őket, hogy nem tudnak létezni, a munkavállalóknak, a jogfosztottság, hogy egyik napról a másikra utcára tehető, stb. És akkor ugye fantasztikus, jobbikos, helyi tagok szervezték nekünk ezeket a programokat, és a kopogtató cédulákat gyűjtötték, és egyáltalán, és hát akkor olyan felemelő érzés volt, hogy igen, hát mi őértük tevékenykedünk. És akkor ők csinálták végig a kampányt, és őnek köszönhetjük azt, hogy egyáltalán bekerültünk az Európai Parlamentbe. És én azt gondoltam, hogy ez úgy megy, hogy a párt az úgy néz ki, hogy vannak a helyi párttagok, nem tudom, hogy hány tízezer lehetnek, és pártvezetők, és akkor ők begyűjtik a környezetükből az igényeket, az információt, ugyanígy, mint ahogy az előbb előadta, hogy mi foglalkoztatja az embereket, milyen igényeik vannak, mit várnának a politikától, mit gondolnak, hogy merre van előre Magyarországnak, és akkor ezt közvetítik a párt különböző fórumai felé, nem tudom, kongresszus, meg ilyenek, meg hogy megmondják, hogy van A, B, meg C ember, akit szeretnék, mert ő tudja ezt legjobban megnyilvánítani. Vagy őt ismertük meg olyannak, hogy ő ebben a legjobb. És hogyha mondjuk a párt vezetője más szeretne, akkor neki kell lobbizni az ő ember. Tehát, hogy én elhiszem azt is, hogy még nem is tudnék abban most nyilatkozni, hogy ki lenne jó a lelőknek. Mert lehet, hogy igaza van a Gábornak, és mit tudom én, azok, akik polgármesterként már bizonyítottak, azok nagyon jó a lelőkök lennének. De hát akkor tessék kiállni a tagság elé szerintem, és lobbizni értünk, és elmondani ezeket az érdeket, és mondani, hogy szerintem azért ők nagyon jól lennek, nézzétek meg, Oszló mit csinálta, nem tudom én, Jani Szárdálit, mit csinálta, ez, az, és akkor a Novák Erőd, meg a többiek megcsinálnak a maguk kampányát, és azt meg lehet, hogy ők is jók, de mindegy, még jobbak vagyunk, mert én ott voltam 2006-ban kisdobosként, és nem tudom én micsoda, és látjátok az én munkámat, meg a Dórival, ami kiállunk, és a három gyerek, és ez a kaptam ideget, meleget, akkor kimondta ezt a szót, hogy demokrácia, ugye jöttek a kommentek a Facebookon, hogy Krisztina, mindig tudtuk, hogy te egy nagy liberális baloldali üzé vagy, menjél-e most már a francba a demokráciáddal, meg minden. De hát én így gondolom, és az is biztos, hogy igen, hát általában megszavazta ugye a tagság azt, hogy legyen ez a bizonyos vétójó, de hát alig ha hiszem, hogy ezért az eredeti célért szavazta volna meg. Tehát tudjuk azt, hogy sok minden tényleg jó
forrás, meg szavaztatnak emberekkel, vagy éppen aláíratnak beismerő vallomásokat, úgyhogy fogalma nincs az embernek, hogy mit ír alá. Minden esetre én nem értem magam, nem tudom, hogy milyen lázadónak, vagy forradalmának attól, hogy amikor olvastam azt, hogy Enikő mindenképpen elindul, Helyenős Enikő, Helyenős Mikovács Enikő, akkor nagyon büszke voltam, egyrészt remélem nem veszi rossz néven, hogy én előtt a barátomnak gondolom, nagyon felnézek rá, nagyon nagyra tartom, és akkor teljes természetességgel írta neki azonnal egy SMS-t, hogy drága Enikő, ha kortesekre van szükséged, én nagyon szívesen jelentkezel, én ott leszek melletted. Tehát szerintem mi ott leszünk, és hogy is mondjam, hát kiállunk azokért az értékeket, amiket mi fontosnak tartunk. Elengedem, Enikő? Hát én ilyen belülről sok mindent megéltem ott a frakcióban. Megmondom őszintén, hogy igazából nem nagyon lepett meg ez a dolog. És nyilván itt politológiai okoskodásokat fel lehet hozni, hogy a kialakult pártpreferenciák vannak, ugye ez nem változott az elmúlt 2-3 évben, nagyjából ugyanannyi százalék. A biztos szavazók és a bizonytalanra kell menni, ha 3-4 millió üzenet van ember, azokból kell valahogy leszalámizni minél többet, hogy meglegyen az állított kormányváltás. Hozzáteszem, hogy hol akarja zárni, ez egy kétharmados többség kéne ahhoz, hogy egyáltalán érdemi változások legyenek, jó rendszert illetően, intézményrendszereket illetően, személyzeti változást illetően. Azt már mindenkinek a fantáziában bízom, hogy lehetséges ez egyáltalán, úgymond a politika hagyományos eszköztáraival. El lehet ezen gondolkodni. Mindenesetre egy biztos, hogy a gyökeres változás akarata vagy elfogadása és igenlése volt minket Krisztinával be ebbe az egész történetbe, és amikor Krisztina azt mondja, hogy radikálisnak gondolja magát, én is ezért gondolom magam radikálisnak, néhány eszközökben is az vagyok, hát az új hozzászló mai napig már nem nincs ott az országgyűlésben. Egyszer ki kellett végre, hogy a Lórinak is ugye ezt sokszor elmondta az édesapja, és sokszor mondta, hogy csak radikálisan lehet ugye bizonyos levegő túléléshez, stb. Juttatni embereket. Most az, hogy ugye egy módszerek, módszerváltás és taktika, stratégiához képest, én azt gondolom, hogy azért egy biztos, hogy tehát egy politika tartalmilag embereken keresztül valósul meg. Tehát én azért ezen tudok elképzelni olyan politikát, ami úgy valósul meg, hogy közben olyan hiteles emberek, akik tényleg nevükkel, munkásságukkal, becsületességükkel, tisztességükkel úgymond hitelesítik azt, ami ez a mozgalom, mert ugye mozgalomként indult, és nekem az egyik szívfájdalmam, hogy azért a mozgalmi elemek szépen kihullanak a rendszerből, éppen ez nem visszafolythatlan, tehát biztatok mindenkit, aki aktív tag, vagy nem vagyok tagja a Jobbiknak, de aki tag, az hogy próbál hatni ennek érdekében. Sok ötletünk volt, ezer ötletünk volt, helyi piacszervezés, helyi közbiztonsági tanácsadás, hogy bevonni az embereket, helyi emberek javára cselekvő, úgymond szolgáltatni, tehát segíteni, építeni a társadalmat, de ki tudja, meddig tart az, hogy ez egy radikalizmus, vagy nemzeti gondolat, abban a vegytiszta formában ellenzékben van. Tehát nagyon kicsit akkor ezt a költ lezárva, tehát én úgy gondolom, hogy el is mondtam a véleményemet, tehát nem szerint jövő, hogy a szokálatán ilyen elképzelhetetlen lenne, tehát én azt gondolom, hogy egy komoly szervezetnél ez a fajta fő vezérelv, ha úgy tetszik, ugye, ez ugye azért nem jó szerintem, mert ugye ehhez ugye tévedhetetlennek kéne lenni. Tehát ugye olyannak kéne. Tehát nem sok embernek az adik meg a tévedhetetlenségbe lehetősége. Tudomások szerint, hogy túl jó képzett az egyik teológiából, de hát keveseknek adik. Én úgy gondolom, hogy tehát magában nem tévedhetetlen, és azért tényleg meg, tehát saját magának is meg kéne adni, meg azoknak a százezreknek meg kéne adni a lehetőséget arra, hogy közösen hordják ki magukból a legjobb személyzeti megoldás, a legjobb taktikai megoldás arra, hogy hogyan lehet végül is itt tényleg gyökeres változást tenni. Még ez a lényeg az egészben, a radikális változás programja, ami ez tényleg rengeteg felejtékű munkák volt benne, országjárások és összegző munkák, stb. És én ezért dolgoztam, én megmondom, hogy egy személyes tapasztalatot tudok elvenni, a saját tapasztalatomat, ezt tudom átadni. Tehát, hogy én ugye tényleg elég keményen beleálltam ebbe a képviselősi munkába,
ítélje meg a, majd az utókor, hogy ez milyen eredményességű volt, vagy milyen minőségű volt. Egy biztos, hogy én minél többet dolgoztam, és minél inkább a gyökerességért álltam ki, és ütköztem ezért másokkal, érdekes módon egy furcsa tendenciát tapasztaltam, tehát annál kisebb volt a felém áramló bizalom mértéke. Tehát ez egy ilyen furcsa jelenség volt, ez főleg 2013-ban kezdett már egy picit úgy teret nyerni, még jobban. És nyilván ez engem is filmasszóra, hogy furcsa helyzetbe hozott, mert tényleg kezdtem a magam úgy érezni, mint egy olyan darab szereplője, aki az eredeti forgatókönyvből játszik, és valami furcsa nézetre van maga, mi hát mit akar még itt ezzel, tehát hogy milyen érkelít így ezeket a folyamatos igazságtétel, elszámoltatás, privatizáció felülvizsgálata, tudjuk folytatni hosszan a sort, együtt fölvédelem, stb. Elfoglalni akár az országgyűlés pulpitusát, stb. Hogy meghatározzuk a földrablást, földkiállósítást, egyeneket, akkor a ribillió, ugye tettünk fel a kérdést. Aki ugye ezt felvetette korábban, ugye határozottan a Lehár Balázs, ugye kívül találta magát. Tehát én nem tartom ezt egy jó tendenciának, hogy gyakorlatilag ezt az értékes, mert azért 2006 azért is fontos, most szóba került utolsó gondolat, hogy ugye azért egy 2006-ban erőt kapott felbuzdulás az, ami tulajdonképpen itt most parlamenti képviselethez jutott, ugye országgyűlési szinten is, európai parlamenti szinten is, helyi önkormányzatok szintjén is. Tehát ez nem, hogy mondjam, egy pártvezetés hitbizománya az, hogy tulajdonképpen itt kiformálódott nagyon sok ember tisztességéből, munkájából, elődeink bölcsességéből és ebből a közösségből. Itt most kiforrott egy akarat, ami magas szintű képviselethez jutott, és úgy gondolom, hogy itt ezt a során be kell tartani. Tehát, hogy ezt a közösséget kell szolgálni, és a közösség, ha ebben véleménye van, hogy most merre van előre, akkor meg kell kérdezni. Tehát nem, semmiképpen nem gondolom ezt jónak így, pláne nem ismerve ugye az érintetteket, tehát ugye négy elnökségi tagóval ugye konkrétan szó, én mindegyikkel együtt dolgoztam, mindenkiről csak tudom mondani, hogy nyilván mások emberek mindannyian egy picit, de abban közösebb, hogy ezt a gyökeres változást akarják, és abban is közösek, hogy azért erősen, hogy a kompromisszumok nélkül, vagy tehát is világos víziójuk van arról, hogy merre lenne erőre. És itt még egy dolgot a polgármesterek bevonásával kapcsolatban. Egyszerűen azért sem érzem szerencsésnek ezt az érvelést, meg van össze hitelesnek sem. Mert ugye azt ígérték a helyi közösségeknek 2014-ben nagyon okosan, ugye, hogy választhatok meg a polgármestereinket, akik szolgálni fogják egy közösségeket, és jól fogtok járni, és hát hál' Istennek vannak jól működő polgármesterek, akikkel jól járt a helyi közösség. Akiket viszont említett, vagy Torocka Lecet is mondhatjuk, Ásatthalmon, ugye a harc, ugye a migrációs invázióval szemben, stb. Országos hatási, meg európai hatási volt. De én ezt furcsának érzem, hogy úgymond ők sikeresek, ezért vonjuk el őket a saját működési helyükről, és hogy bocsánat, egy elnökség, én nem voltam elnökségi tag, volt szerencsém elnökségül is részt venni, mert nem volt nálam, mondjuk ez éppen arról szólt, hogy én ne legyek európai parlamenti képviselő, hogy nem vagyok alkalmas erre a feladatra, és hosszan sorolták hosszan ezt, hogy miért nem vagyok alkalmas, akik elvileg azért látták, hogy mit csinálok négy évig. De az elnökségi munka, egy legnagyobb ellenzéki párt elnökségi munkája az én vízióm szerint egy kvázi árnyék kormányban való részvételt jelent, tehát hatalmas volumenű munkát jelent, teljes embert kíván. Nyilván egy képviselőnek életében belefér ez, mert képviselőség ugye rálát, és tudja frissen azt az egész tudást és rálátást ehhez nyújtani a váltáshoz. De egy polgármestert elvonni, vagy beültetni a saját dísznek, mondjuk azt sem, vagy érdemben, ha munkát kérünk tőle, akkor meg helyektől vonjuk ez a... Számomra ez így kicsit zavaros. És így főleg meg a mentalitásbeli problémák, most tényleg azért, hogy majd beszélgetünk erről, engem különösen az is bánt, ugye, hogy Krisztina tudására, tapasztalatára, finoman szóval jelenleg a mérsékeltem, ugye, diplomatikusan fogalmaz az érdeklődés, ugye, tehát jelenlegi vezetés részéről, ugye előre is mondja nyíltan, hogy hát nem nagyon keresik az ő
Tudom, társaságát, pedig megnyitott lenne, gondolom, sőt tudom. Tehát nyilván lenne a kötleti rálátása, stb. Hát mégiscsak Európai Parlament összefüggése, meg nemzeti meg tudása, meg minden, ami nála felhalmozódott. A dicsérnek így szemben, de azt mondom, hogy tényleg a elmúlt 25 év mondjuk 3-4 legjelentősebb közéleti szereplőnek egyike az ő, és hát tulajdonképpen így egy kicsit furcsa, hogy ezt nem akarjuk úgy az igénybe venni ezt a lehetőséget, tudást. Mindenesetre hát nyilván az ember próbál előretekinten is, vagy mindig valami a pozitív dolgot felfedezni, nem feltétlenül pozitívnak tűnő eseményekből. Mindenesetre aztán valószínűleg egy ilyen egyértelműsítési folyamat fog zajlani, egy kikristályosodási folyamat, tehát a tagság hogy reagál erre, tehát egy tagság, ha erőteljesen határozottan azt mondja, hogy nekünk már pedig vannak bizonyos határaink, és ugye a néppártiság oltárán nem szeretnénk feláldozni mindent az embereinkből, értékeinkből, és ezt elég világosan jelzi, akkor lehet, hogy egy újra gondolást eredményezhet. Senki nem, úgymond, lecserélhetetlen, ez is igaz persze, de ez igaz természetesen a vezetőkre is. Tehát úgyhogy ez szerintem egy közös tapasztalat, és szeretettel, türelemmel, bizalommal, de mégis a határozottsággal, egyfajta jövőtelenek radikalizmussal kell szerintem ezt az ügyet is kezelni, ezt a nem könnyű helyzetet. De hát a siker, a nemzet sikere forró kockán, ugye? Tehát azért nem kis tét. Köszönöm szépen a válaszokat. Az is egy külön történet lenne, beszélni a néppártosodásról magáról, erről a fogalomról, néppárt. Mitől néppárt egy néppárt, de nagyon messzire nyúlna, nyilván. Te sem elszaladt az idő, és a többetnek már menni kell. Nem szeretném, hogyha így szépen lassan eltávozna a jelenlévőknek a jelentős része. Úgyhogy egy-egy kérdésre lenne még akkor lehetőség. Igen? Nagyon rövid kérdés, illetve hát inkább egy aggodalmamat akarom kifejezni azzal kapcsolatban, ami a napokban történt velem. Felhívtam volt landlady háziasszonyomat, ami mielőtt még megvettem a lakásomat, lakóként éltem a városban. Egy orvosi család, nagyon megbízható, szavahihető, becsületes magyar emberek, akik támogatták a Jobbikot mindig. És hát felhívtam őket, hogy hogy vagytok, azt mondták, és kérdezték tőlem, na mit szólok én a Jobbikos eseményekhez, hogy Vona Gábor mit döntött a nem régiben. Hát mondom, biztos kapott egy figyelmeztető hívást, vagy New Yorkból, vagy Tel Avivból, ráijesztettek egy kicsit, és aztán most próbál valamit kezdeni. Azt mondja, nem volt semmi szükség ilyen ijesztgetésre, mert ő szerinte egy volt évfolyamtársa, aki éppen ilyen utazási irodának dolgozik, tudja, hogy Vona Gábor évek óta havonta két napot eltöltött Izraelbe, és hát hogy mi? Na most ennek a valóságosságát csak úgy tudjuk bizonyítani, ha tényleg a tagság vagy a vezetőség a Jobbiknak tényleg ki akarja, ki próbálja nyomozni, hogy mi ennek a valós tartalma. Na most... Én azt mondom, hogy kérdéseket tegyünk föl, és az abszurditást elérjük semmi, de arra gondolna, ezt kell mondjam, de ha addig visszünk, akkor végül teljességet hitelét veszi mindaz, amit egyébként pedig lényegszerűen ebből a kérdésről el kell mondani, hogy mindenki megértse, miről van szó. Elnézést, ez csak engem nagyon felszakadt. Máshol kell keresni a döntésnek a eredőjét. Igen, elnézést, úgy éreztem, hogy ezt meg kell mondani. Ha nem ezen múlik a dolog, a kérdésem az lenne, hogy hogy viszonyulnak épp a mai magyar radikalizmus, nemzeti radikalizmus jövője tükrében ahhoz, hogy Ausztriában a Haider párt elnökjelöltje 36%-kal vezet, a következő jelölt 18%-os zöld párt, és az etablált, kanonizált pártok az óriási,
osztrák szociáldemokrata párt, ami alatt szenved egész Európa 1918 óta, és a néppárt, a langyos párt sehol sincs, és a 45 óta ez a két vezető párt már nem fog elnököt adni. Nem tud a szavazások alapján. Tehát jelenti ez az a kérdésem, hogy a radikalizmusnak van jövője egy pártnak, amelyik más, mint az eddigiek. Ez nyilván őt az rejlik, hogy maga a stratégia, tehát az, hogy egyszerűen gyökeres változást akarunk, és rendszerváltást akarunk, nem is mondjuk ki, hát igazából ez a lényeg, ugye nem maradjunk semmi az egészségügyi oktatásban, stb. Oligarchák, korrupció, stb. Ez minden. De itt a kérdés, az odavezető út, ugye a ilyenségéről van itt vita, ami vitát kell, hogy kiváltson, és hát ezért csatlakozom, azokról nem vagyok tartás területek, hogy kívülről beszélek, de azt mondom, hogy vitákat kell folytatni, erről nagyon komoly vitákat. Hozzáteszem, az FPÖ ugye próbál ő is egyfajta ilyen kombinatív megoldást, tehát hogy ez határozott hang, kemény hang, de bocsánat, azért most Ausztrián utazva plakáton mit látok, a osztrák szabadságpárti jelölt, olyan finoman és visszafogottan középre húzódva fogalmazott, hogy a hazának most szüksége van rád. Hát mondjuk szerintem ez nem annyira egy visszafogott retorika, tehát nem biztos, hogy az vezetségre, de vitatkozni kell, beszélgetni kell, türelmesen, megkérdő erővel, és hát ebből azért valami úgy kísérlet a végén. Dolog, még jelenségre szeretném az emberi méltósággal kapcsolatban felhívni a figyelmet. Ez a közfoglalkoztatásnak a rendszere, ugyanis ez azoknak lett kitalálva, akik generációk óta ugye nem dolgoztak, nem tettek az országba és sok mindent. Ebben a rendszerben egyre szélesebb tömeg diplomás dolgozik különböző szakmákkal. Konkrétan az én munkahelyemen, magam is ebben a helyzetben vagyok. Építészmérnök, pénzügyi szakember, felső ellenőr, közigazgatási szakemberek, ugye jó maga meg geográfusként, és a szakmámhoz kapcsolódóan szeretném azt mondani, hogy a 30-as listán fönn van a két legfontosabb bezárandó hivatalok listáján a Földtan Intézet, ami közel 150 éves múltra tekint vissza, Földmérési és Távérzékelési Intézet a másik, és ugye az a baj, hogy ugye mai napig nem tudják, hogy mi lesz. Na most ugye itt a közfoglalkoztatásra visszatérve, 66 ezer forintért, alig több, mint a felér a minimálbérnek dolgoznak emberek. 8 és fél órában kizsákmányolva őket, hétvégi pontlék nincs, ünnepői pontlék nincs. Ugye, hogyha valaki vallásos, akkor az például nincs figyelembe véve, hogy ő neki most éppen reformáció ünnepben van, vagy bármiféle nemzeti ünnep, vagy akármi. Nem fizetnek túlórákat, és hogyha valaki mondjuk ne talál valami állást, valami multicégnél futószalag mellett, akkor a kilépő papírjait, amit az utolsónak meg kell kapnia, egy hónapig tart, mint kiadják. Nem csak itt az én helyemben van, több helyen, mert vannak egy ismerősöm más helyeken is, akkor így működik az államkincs, de ugye most még lehet valami, hogy leépítenek a fővárosba, leépítik a közigazgatást, úgyhogy, és ugye a szakmámhoz visszatérve, most készülnek el kérdőlni a földrajzoktatást, és tehát így azt így megköszönhetünk. Igen, de akkor, hogyha ez kérdés volt, akkor a válaszom nekem úgy hangzik, hogy sokáig nem értettem, hogy miért teszi meg a mindenkori hatalom a rendszerváltás óta ezt a gyalázatot Magyarországon, hogy ilyen idézőjelek jövedelmek vannak, akkor ugye ez az egész közmunka rendszere, 60 ezer, stb. Aztán rájöttem, hogy ez azért nem véletlen. Tehát, hogyha olyan emberek lennének, akik nincsen elnézést, nem tudok így beszélni, hogyha megyek a műsgés. Tehát én megértem, én se így készültem. Nekem Svédszer gyerekem ott volt a kulcsát, ott vár a ház előtte valahogy. Tehát amit nem értem, az, hogy akkor tényleg vége van, akkor addig nem indulnék el, hanem válaszolgatok. Hol tartottam? Tehát lényeg az, hogy direkt akarják függőségben tartani az embereket, mert a függőségben és bizottalanságban tartott emberek nem ellenőrzik a hatalmat, és akkor így lehet szabadon lopkodni.
tehát hogyha normálisan megfizetett, nem egyik napra, másikra utcára tehető emberek dolgoznának, akár kisvállalkozókért, kutatókért, állami alkalmazottként, bármi, lennének munkavállalói jogok, nem lehetne kihajítani önkényesen, normálisan meg lehetne fizetve, akkor ezek az emberek asztalra csapnának, és azt mondják, hogy gyerekek eddig, és ne tovább. Akkor nem lehetne így lopkodni. Tehát azt gondolom, hogy ennek ez az út. Kérdés. Két rövid kérdésem van. Az egyik, a jogvédőszolgálat ügyei esetében én valahogy nem éreztem azt, hogy hivatkoztak volna a trianoni békediktátumban a magyarság jogait megfogalmazó részekre. Én nekem az a véleményem, hogy igenis erre kellett volna minden esetben hivatkozni, mert ez egy olyan jogalap, ami kikerülhetetlen, és ezt kellene. A másik pedig, 4 évünk van, ugye a 100 éves évfordulónk. Tervez-e valamit a jogvédőszolgálat azzal kapcsolatban, hogy ezt a 100 éves évfordulót, ami egyben valahogy úgy fogalmaznék, hogy jogvesztő hatállyal fog föllépni, abban a tekintetben, hogy a fennálló rendszert megváltoztassuk, akar-e valamit a szolgálat szervezni, tenni? Hogy látjátok ezt a kérdést? Köszönöm szépen! Ezt a pillanat hivatkozás nem mondom, hiszen nem tudom kezelni. Tehát egyrészt, hogy mi minden alkalommal elmondjuk, ugye, hogy az alapkiindulás az az, hogy volt ugye egy olyan döntés, ami ugye nem a népek rendelkezése a talaján áll. Ezt kell helyre billenteni a népek rendelkezési jogának az eszközével, mert nem megfosztották el tőle csatott magyar területeket. A trianoni békediktátum nincs hatályban, ugye a párizsi békediktátum, ugye az most hatályosan ugye ezt a terület csonkolást bekottázza, az lényegében semmilyen emberi jogi, úgymond, védelmet nem biztosít. Tehát arra azért nem tudok hivatkozni, mert az önmagában a csonkolások tényére most minek hivatkozunk. Ugye az emberi jogi rezsimre hivatkozunk, ugye azokra a kollektív és egyéb jogokra, amelyek talaján egyébként Romániát is arra köteleznék ezek a szabályok, hogy messze menő, magas szinten nem csak egyéni, hanem területi autonómiát is biztosítson az elcsatolt magyar közösségek, így a ezt igénylő székely közösség számára. Hozzáteszem, az Európa Tanács azon határozata alapozza meg, amelyet Kalmán Ferenc képviselőtársammal 2011-ben értünk el. Tehát magyar diplomácia felelősség és feladata lenne, hogy védhatalomként odaálljon, mögé álljon a székely rendelkezési törekvéseknek, és mi a 100 éves évfordulóra készülünk, hogy minél több területen az önrendelkezési jogot érvényesíteni, és nem évfordulóra készülök, hogy most akkor nem tudom, milyen emlékművet emelünk, vagy egy gyásztáblát havatunk, hanem remélem, hogy valóságá válik a székely önrendelkezés, és akár egy független önálló székelyföld, akár pedig egy legmagasabb szintű déltörő autonómia modellel működő székelyföld remutazhatnék végre el, ahol ugye magyarul beszélő hivatalnokokkal találkozók székely kezében van a döntés, a gazdasági döntés, a kulturális élet, stb. Így szerintem így kell készülnünk. 90. évforduló egy szép esemény volt egyébként Brüsszelben, ott együtt a nemzetérzelmi motorosokra egy felemelő esemény volt, ugye történelmi 60 év ármegyel óvójában végigmenni ott a Brüsszel főterén, Európai Parlament visszhangzott tényleg ettől, és azért sokan tudnak most már erről a problématikáról, sok, ez egy nagyon szívós munka. Hozzáteszem, mi is most is ezzel dolgozunk, azon, hogy emlékező Európai Parlamenti képviselő, ez nem volna lehet, hogy nyilván másképp tudhatnék, tehát lehet, hogy még többet tudnék tenni ezért, tehát akkor az volt a döntés, hogy párt, hogy